És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt, pontosan 16 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Nem tudom, üvöltsek vagy ne üvöltsek? Nem, egyrészt nem szoktál. Ki lakik a szomszédba? De nem szoktál üvölteni, sőt mindig lecseszel bennünket, hogyha kicsit megemeljük a hangunkat. Nagyon nem akarok, de nem is akarok suttogva beköszönni. Szerintem akkor beszéljünk normálisan. Hello, jó reggelt! Ügy volt belőle, hogy hangosak vagyok. Akkor volt ügy, amikor nyitva volt az ajtó, és Jánosunk kicsit túlpörögte a reggeli adást. Tegnap a Vikit kitalált egy jó ötletet, hogy neked kéne itt laknod, Zsül. Neked kéne itt laknod. Igen, egyébként, mert te úgy is itt vagy. Te úgy is itt vagy. Te úgy se alszol. Átköltöztesselek ma? Akarsz jönni? Mikor elmegyünk? Már hogy amikor ők elmennek. Azért azt hadd nézzem meg, ahogy a főnök áthordja a cuccodat. Nem az, úgy, verbálisan. Átköltöztesselek. Fölmegy a bőröndödért, összepakol. Nem. Jó ide, jó lenne. Gondoltam, lemenedzselem neked a recepción. És ha azt mondják, hogy ez az ember nem akar kiköltözni, akkor beköltöző mellé. Ő még mindig a vágó? Aha. Igen? Akkor viszont mazul is. Akkor kiabáljunk. Hát, ha ő nem ment el innen. De figyelj, a vágó itt lesz végig? Ő itt lesz végig, igen, de nekem már többször mondta, hogy elköltözne. Aha. És tegnap a Vikinek egy tök jó ötlete eltámadt, hogy miért nem azok laknak mellettünk, akik rádióznak. Igen. Mert ha mi 6-kor kelünk, az rendben van. Vagy 3-4-6-kor. De ha az kell 3-4-6-kor, aki egyébként 8-ig aludhatna, az kegyetlen. Az nem jó. És már így beszélek, már nem merek beszélni, mint látom, hogy kovályok mi 7 órakor. Elkerülöm mindig, tudod, nehogy megint az legyen, hogy megint fölébresztettetek. Ezért meglátom, és átmegyek az út másik oldalára. De ezt ne kérdezzem. De meg cserélek, kit cserélek benneteket? Ne kopogjak most be hozzá az ajtón, hogy megkérdezem, hogy nem akarsz szobát cserélni a Zsüllel. Haló, csak azért jöttem, hogy nem cserélnél szobát. De jó, aludjál akkor tovább. Vagy 10 perc múlva megint átmenni, figyelj csak most. Csináljuk már meg most a szobacserét, mert akkor már ma is tudsz aludni, szegény. Hogy hívják őt? Hát ha minden igaz, akkor a Gábor. A Gábor. Itt. Igen, a vágók Jedi mestere. Szemre vág, mint a szamuráj. És az utolsó, igen, az utolsó szamuráj és az utolsó egyikek legnagyobbika, ha lehet így mondani. Szóval, na mindegy, nem, már mindig elengedném, ahogy szoktuk bent Pesten, és aztán mindig eszem, mint egy Jézus, amit egy vékony ajtó van, és nem tudom, hogy egy 120 kilós nagy darab ember lakik itt, egy hatalmas baseballütővel, vagy még mindig a mi emberünk. De akkor még mindig a mi emberünk. Úgy, ez nem ajtó, ez a gardrób szekrény. Na jó, de mögötte, jó, tudod? Az igaz. Ott van. Zsül, te költöznél, nem? Neked jó. Az se zavar, hogy mondjuk Gyulai teste 11-kor még a műszaki igazgató. Ja, egy napig még. Tényleg, csak mondom, hogy holnap mentek, és ugye hát szombaton érkeztek a kairói járattal. Felejtsd már ezt el, még mindig nem elég. Csak mondom, hogy tovább indultok. Holnap délután mentek gyerekek, illetve pontosabban ti mentek. Viki, Feri, Edith, Gyula, elindul az első transport, aztán majd sokáig nem indul senki igazából, de hogy igen, hát ti holnap indultok. Azért eseménydús volt, szóval, hogy én nem gondolom, hogy sokat unatkoztatok volna. Adtak is rá okot, hogy ne unatkozzatok, ugye? Igen, volt olyan, amit nem akartunk, hogy így ne unatkozzunk, tehát én másképp nem akartam unatkozni, viszont meg kell mondjam nektek őszintén, hogy most lett elegem a dél-afrikai időjárásból, hogy 3 napja egy szemnapot nem látunk, hanem csak esik az eső, meg felhős az ég, most már elég. Most már elég, komolyan mondom, mert ha ez Budapesten van október közepén, akkor azt mondom, hogy oké, mert hideg nagyon nincsen délután, meg főleg nincsen, de ez, hogy nincs napsütés, csak eső van, meg borúség. Most mondd, Zsül, kérlek szépen. Igen, csak én szombaton már Budapesten leszek a repülőtéren a kairói géppel. Illetve hát pontosabban a repülőtéren, igen, és elég sokáig ott is maradsz majd. Ott meg mindegy, hogy süt vagy nem, érted? Szóval ezt mondják, ez a tavasz itt továbbra is, és egyelőre hát búcsúzunk attól a 35 foktól, ami csak így hirtelen beköszöntött, mert ez ilyen. Aha. Szóval az volt a rendellenes, és ez most ilyen. És egyébként, hát igen, szóval, hogy ilyen. Ez a 27-28 nagyon sok eső, igen. Van viszont egy nagyon fontos kérdésem a szombati hazautunkkal, illetve a holnapi hazautunkkal. Holnap mentek, igen. Hogy az Angélát azt nekünk kell hazavinni? Ez jó kérdés egyébként szerintem. Nem tudom, hogy ők hogy mennek. Nem tudom. Aha. Szerintem úgy mennek egyébként, hogy Angi vár még valakit, aki ma este kijön a táborból, és akik 2-3-as turnusokba mentek ők Argentínából is.
Egyrészt, megvárják egymást is. Megvárják egymást, mert úgy azért ők is jobban érzik magukat, egyedül mennie senkinek nem kell. Tehát erre a csatorna nagyon figyel, hogy egyedül ne menjen senki, vagy megy velük egy valaki a gyártásról, akinek már itt nincs dolga, vagy pedig úgy csinálják, hogy ketten-hárman vannak, és akkor mit tudom, ma még kijön valaki, holnap kijön valaki, és akkor mit tudom, ez szombaton elmegy az első túl. Ja, tehát nektek nem hiszem, nem ti viszi. Úgy semmiképpen, hogy gyere, Angi, fogd a csomagod, erre megy, tehát így semmiképpen. Fogd a kezem, igen, ne engedd el. Szóval így semmiféleképpen nem. Én azt hiszem, hogy Argentinában is úgy csináltuk, hogy többen mentek. Aha, vártak jó, addig, okay. Kicsit itt föltöltöttek, pihentek, és akkor mondjuk 2-3 napon belül egy transport így elindult. És akkor utána a következő. Most már minden nap kihullik valaki? Most már célegyenesben vagyunk, igen. Aztán jön egy kis szabadság, és utána újra kezdődik minden eleje. De nézd a jó oldalát, az elsőnek már majdnem vége. Tulajdonképpen célegyenes, igen. Célegyenes. Egy hét múlva ilyenkor már az is, lehet, hogy 8-ig alszom. Nem hiszem. Na jó, hétig. Szerintem te már ezt megszeretted a hatosat. Jó, mondjuk amilyen szerencsés, hogy igen, egy hét múlva ilyenkor már füvet nyílnak az ablakom előtt. Vagy a béka, ami most egyébként elhallgatott újra. Azt beköltözik hozzá a szobába. Beköltözik a szobámba, igen. Jánosunk még mindig nincsen, még mindig kórházban van, de most már, ha minden igaz, akkor ma kijön. Én mondtam, hogy nem kellett volna elkezdeni molesztálni azt a 73 éves nénit, aki mellette van, és betörni, ugye, mondtam tegnap este, és a kórház büféjébe, és elrabolni egy fél liter abszintot, úgyhogy egyelőre még nem engedték ki, leginkább a magatartása miatt, de ma már úgy néz ki, hogy megszabadulnak tőle, és utcára teszik. Tegnap, amikor én este bent voltam nála, akkor félmeztelenül kergetett egy ápolónőt ajkán a bum-bum finis szavakkal, de állítólag ennek se örültek. Tehát, hogy ezért maradt bent még egy gyerekek, napot. Elképesztő. Hát ugye tegnap beszéltünk itt az egészségügyről, én megkérdeztem, ugye mivel biztosítása van, azért ez egy magánkórház, tehát ezt a korrektség kedvéért illik megjegyezni, megkérdeztem, hogy olyan közkórház is. Uh-huh. A recepción beszélgettem egy nővel, mert egyszer izgatott, hogy ez most a public, vagy tudnunk kell valamit, mondta, ez magánkórház. Tegnap megyek be én is Jánoshoz, hát maga a kórház kívülről arról már sokat beszéltünk. Bent ugye minden embernek, aki ott dolgozik, különféle színű a ruhája, és három színű ruha van, mit tudom én, a pirosban vannak az orvosok, a kékben a nővérek, a fehérben pedig, akik tesznek, vesznek, tányért szedleknek körülötted, nem védőnök, meg nem is orvosok, csak mondjuk ápolók. Ülök bent a Jánosnál, éppen nyomogatja egy ilyen 600 gombos távirányítón az ágyát, hogy feküdjön, oldal dőljön, emelkedjen az ágy, csökkenjen. Mire megérkezik egy nő egy iPad-del a kezébe. Ha van neki, hogy kell oda írogat, gondolom, utána néz, hogy milyen gyógyszer kell. Leolvassa a gyógyszer adagolást, meg a leleteket, stb. Beviszi az iPad-re, lapoz egyet az iPadján, odáll a János feje mellé, és megkérdezi, hogy mit szeretne reggelizni. Tehát én már így... A parancsolsz. Mondom, ezt most álmodom, vagy jól látok? Mit szeretne János reggelizni? Így fogja az iPad-et, és így elkezdi sorolni egy jelölő ceruzával, hogy... Narancslim, cornflakes, joghurt vagy tojás, tudod, a kiskirály ül az ágyán, és ezt igen? Ezt nem? Ezt talán? Ez micsoda, Bali, fordítsd le? Jó, azt is kérek, nem hittem el. Nem hittem, és úgy fölvezette az iPad-re, oké, kész, és elment. És másnap, ugye nyilván majd jött a reggeli. Szóval, hogy így hol tartanak? Tényleg döbbenet. Én jártam magánkórházban Magyarországon. De azért még az se hát ilyen. Hát kaptál valamit. Volt, igen. Nem tudom, hogy volt-e választási lehetőség. Itt most az van. Döbbenet. Hogy szóval, azt mondta Jani, hogy ebédből van négyféle. Ne, de várjál, a négyféle az csak a vegás négyféle van. Döbbenet. És akkor még van ez egyébként a normális menü, akkor van a diabéteses menü, tehát a cukrosoknak, meg mindenkinek, aki diétázik. Ő maga vegás menük közül négyfélét tudott választani, tehát négy közül kellett kiválasztania azt, amit tegnap ő ebédelt. Egyébként nem fogjátok elhinni, hogy hogyan van a férfi. Mit evett? Csoki pudingot. Hát visszatér. Innentől kezdve már tudjuk, hogy nincs baj. Üldögélünk, ott beszélgetünk, nézzük a tévét, egy ilyen maga elé leengedhető, a plafonról leereszkedő tévét, tehát tényleg azt hiszed, hogy a NASA-ban vagy. Megérkezik a doktor úr, ilyen kis táskával állt a mögött. Ugye, mi van a magyar egészségügyben? Most nyilván ugye hát nem korrekt összehasonlítani azért egy közkórházat, egy magánkórházat, de mondjuk magánkórházban is, ahogy elmész különböző vizsgálatra, vársz, és akkor ott bemész, megcsinálják. Jön a doki egy EEG-re, ugye ez ilyen agyi hullámokat is mér, meg mindenfélét rutinból lefutatnak. Eljön a doki egy ilyen kis bőröndel. Ó, mondom, beköltözött, Jani, mondom, szobatársad. Lesz, mondom, milyen jó szituált, hogy ember. Nem, hogy ő az orvos. Megfogja a bőröndöt, fölrakja az asztalra, kinyitja a cipzárt, kihajtja, kiveszi belőle a gépet, leteszi az asztalra,
fölrakja Jánosra a kis érzékelőket, beüti a gépen, miért? Jön ki belőle a papír, kis nyomtató, összerakja, kiszereli, ezt legyen is odaadni az orvosnak, minden rendben egyébként, ahogy úgy, ahogy van, minden tökéletes, tessék parancsolni. Elcsomagolja a gépet. Ja, ugye ez volt az EEG. És ez volt az EKG, vagy igen, nem is tudom, mi volt pontosan. Tehát, hogy nem az van, hogy téged ugye cipelnek ki a kórteremből, hanem bejön hozzád az utazó doki, aki egyébként nem dolgozik bent a kórházban, neki az a feladata, hogy ezeket mérje, és ahova menni kell, ő ezt a kis gépet viszi, megméri. János meg sem mozdult, kicsit ilyen kapcsolt egyet a távirányítól. Megmérték neki, doki összepakolta, leadta a leletet, és ezt tessék odaadni az orvosnak, aki majd jön este elolvasni, hogy mit mért a másik doki. Megvan az adat, neki nem kell vele semmit csinálni, csak na, itt kimentenítem egy narancslemet, mert nem, tehát, hogy ide fogom magam beutalni egyszer, és egyébként mindenkit, mert hogy sajnos tényleg, hát basszus, ilyennek kéne, hogy legyen az egészségügy. Hát egy életet végig dolgozol, fizetsz egy csomó mindent. Egyszerűen jogot kéne, hogy legyen egy ilyen szintű szolgáltatáshoz, nem? Hát ez valószínűleg sok pénzbe kerül. Biztos, itt hogy sok pénzbe is kerül, de hogy ez olyan hülyén van kitalálva, igen, hogy rosszul, ez nem tud így működni, rosszul, hogy eleve, amikor tényleg kiszolgáltatott vagy, aggódsz, beteg vagy, ott vannak a szeretteid, hogy ez egyszerűen így kellene megkapnod. Az emberi méltósággal ez együtt jár. Most nyilván nem a narancslé választás a iPad-en, de hogy ne kiszolgáltatott, hogy hideg folyosón feküdjél 3 hónapot várva mondjuk, nem tudom, egy CT-re, az szerintem egyszerűen szinte ilyen alkotmányos jog kéne, hogy legyen, nem? Bármit bárkinek meg kell csinálni azonnal. Igen, a gyógyításhoz és a normális emberi körülmények között zajló gyógyítás, ezt belevenném. Szóval, ez jogod neked ez, vagy lehetőséged, hát, nem tudom, hát csak jogod, nincsenek meg a körülmények, igen, hozzá. Csak az elhanyagolt magyar egészségügy, ugye azért, amit 20-30 éve, 100 éve, nem tudom, hány éve zajlik. Azért, szóval egyszerűen mindenki attól rettek, hogy előbb-utóbb ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és bekerül egy magyar kórházba, és a szerencséd van, még ki is jössz onnan. Egyébként, nem? Aha, igen. És ezt így látva, egyszerűen bármilyen stresszben mész te be a rokonodhoz, meg bármilyen betegséggel találkozik az az ember, aki benn van, egyszerűen olyan környezetben mész, hogy megnyugszol. És azt gondolod, hogy itt tényleg érted van. Ja, ezt már itt, szóval, hogy teljesen más a lelki vonzata. És nem a joghurt meg a narancslé számít, hanem az, ahogy te kezelve vagy egy ilyen helyen. És hogy mennyire így kéne, hogy működjön, nem? Hogy kedvesek, hogy odajönnek, hogy érdeklődnek, és látod rajta, hogy tényleg érdekli. Hogy fizetsz te annyit, igen, azért egy életen keresztül, szerencsés esetben mondjuk 30 éven keresztül, hogy ha te beteg leszel, és mondjuk 62 évesen oda bekerülsz, akkor te azt megszolgáltad, ledolgoztad, nem? Jár neked. Hogy az egyszerűen kéne, hogy járjon. Na, az a lényeg, hogy Jánosunk jól van. Jól. Ma megyünk érte. Igen. Ma kiszabadítjuk. Lesz, ami lesz. Visszafoglaljuk. Ma visszaszerezzük. Hiába akar maradni, hiába élvezi, hiába mondja azt, hogy itt minden róla szól, és mindenki körbe ugrál, ma már kihozzuk. Igen, én nem akarok úgy elmenni holnap innen, hogy még egy utolsó reggelt nem töltöttünk együtt. Jön. Ma már biztos, hogy kijön. Igen, én is tegnap beszéltem. Mondom, Zsüllel kommandót szervezünk, hát most nyilván a kórházig nem jutunk el ketten. Szabadítsátok ki, Vili. Nagyon egyszerűen egyenesen kell menni egy balkanyarban. Tegnap ennyi. Mész ezen a rohadt hosszú úton, mész, és fölkanyarodsz balra a bevásárlóközpont után, és ott a kórház, persze azért nyilván tegnap én sem eltévedtem, mert egyedül járkálok már autóval, de egészen csodálatos dolgokat láttam, hogy megdrájvolt házakat újra. Milyen fákat. A balos vezetés? A balos vezetés az igazából nem az irány miatt rossz, mert azt megszokott, hanem a bal kezed egy kicsit más. Szóval amikor... Sebb váltó másik oldal. Eleve nekem váltani nagyon fura. Nagyon régóta automata. Kettő, hogy a jobb kezed, amihez te hozzá vagy szokva, hogy ritkán teszed a kormányra, aha, sokkal inkább ugye a váltón pihenteted, és a bal kezed ügyesebb. Itt én az ügyetlenebbi kezemmel kormányzom, és közben ballal váltok, most már azért egész jól megy, voltak az elején érdekességek. Meg ugye nagyon-nagyon kell figyelni, tehát folyamatosan ott van, hogy baloldal. Tehát például a földúton mész, és jön veled szembe egy autó, azonnal húzod jobbra. Te reflexzerűen. És aki húzod balra. Onnantól, hogy Európa jön veled szembe, vagy magyar sáv, hogy ő is jobbra megy, és mind a ketten elindultok egymás felé. És akkor itt szépen áthúzod a baloldalra. De jó, szerethető. Tehát a gyors döntéseket kell hozni, akkor ott még a rutin kicsit bejátszik. Igen, mert teljesen máshogy fordulsz. Tehát például, ha te megállsz egy lámpánál, és előtted van egy kereszteződés, és te jobbra mész, akkor nem kis ívbe fordulsz jobbra, hanem teljesen lehetetlen nagy ívbe fordulsz jobbra. És ilyet te nem csinálsz otthon. És nagyon fura. A legszürreálisabb balra bemenni a körforgalomba. Azt nem tudod milyen.
Tehát én becsukom a szemem, jó lesz. Nem attól, hogy ne jön szembe semmi, attól, hogy ne jön szembe semmi, és bebarra a körforgalma. De nem jön, mert hogy ők közben úgy mennek, ők úgy mennek, de ez a, tudod, tehát így mindig a Clark Ádám teret látom magam előtt, hogy le fogok jönni a Lánchídra, és balra bemegyek a körforgalomba, balra be a körforgalomba, teljesen bátran, és nem jön senki. Szóval csodálatos. Ilyen érdekes. És ki, ahol jobb kész szabály van, vagy bal kész szabály? Itt, de ezt nem tudom. Jó, na látod, ezt például nem tudom, ők stop táblával oldják meg ezt a dolgot. Én nem láttam ezt az egyenrangú utak kereszteződése, táblát se láttam nagyon. Oké, de a négy stop táblánál például, hogy tök egyszerre értek oda, mert ugye ezt elmeséltük már. Ezt csinálják, ettől megőrülök. Van egy útkereszteződés, és mind a négy bevezetőnél. Akkor van ott megállsz. Ott megállsz, és te de ott kiindul el előbb? Tessék. Hát szerintem te szájkés integes vezéred le a forgalmat. Én integetek mindenkinek, megmutogatok. De nincs ez a fajta erőltetett ilyen indulj már, ledudállak, leellőzlek. Kérdez, de az van, hogy ugye a bal oldalon mész, és a bal oldalon mindenki lemegy a leállósába, ha te gyorsabb vagy. Szóval egész egyszerűen felfoghatatlan. Indexelnek neked ugye, hogy előzzél, és mielőtt megkezded az előzést, ő lehúzódik neked. Teherautó, kocsi, alapvető hozzáállás, hogy mindenki lehúzódik balra. De úgy, hogy közben már ott már majdnem a földön megy a betonútról, de lemegy. És utána dudálnak, vagy vészvillogoznak. Szóval, hogy teljesen más a mentalitás. Hát ez a balos közlekedés megőrítette őket. Mert igen. Egyébként ő be akar húzódni. Be akar, csak nem tudja, igen. Pont kifelé megyünk. Szóval sok minden hiányzik, sok minden nem hiányzik. Ez például az otthoni gyilkolás és presztízsharc, ami az utakon van, ez egyszerűen itt nem ismerik. Tehát olyan szinten megy le neked egy hatos BMW, úgyhogy látja, hogy te egyébként egy kis egy-egyes korzával vagy, és nem lép oda, mert hogy dögöljél meg, hogy korzád van, tudod? Pedig megtehetné. Pedig megtehetné, ő lemegy, és azt mondja, gyere, és te nyomsz egy vészvillogot, azt szeretik, és ő visszadudál, és ez egy ilyen kommunikációs rendszer van. Köszönöd, Duda. Tehát ez a köszönöm szívesen. Ami nyilván otthon is megy kulturáltabb autósoknál, de hogy itt valami egészen észveszélytő módon csinálják ezt. Igen, csak az autósok nem kultúráltak otthon, de hát vagy nem mindegyik. Szóval nagyon, sok szempontból sokkal élhetőbb hely. Nem nyilván az egészségügyet összehasonlítva a magyarral, mert azt talán nem is korrekt, főleg egy magánkórházat, de maga a légkör meg az egész, ahogy itt bánnak az emberrel, az sokszor sokkal élhetőbb azért, mint otthon. Főleg például a vezetés, ott érzed, hogy úristen. Egyébként jövünk föl Dél-Afrikára, mert ugye itt a benzin az egy olyan 300 forint körül van valamivel alatta. Alatta, igen. 400 forint alatt van otthon a benzin. Na, gyerekek, komolyan? 396. Azt a mindenit. 398. Átléptünk. Ennyi. Úgyhogy ezt most utolérjük, és utána rendbe tesszük a fejekben a helyzetet, és mindenki ugyanolyan szépen fog majd vezetni, mint itt. Igen, az milyen jó lenne. Hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetünk jelen pillanatban. Hoppá. Azt ígértük tegnap, hogy János ma már itt lesz, és ezt a két játékot nekiadjuk, tehát a mát meg a holnapot, hogy egyet elbukhasson, egyet megnyerjen. Ma még nincs, úgyhogy tőlünk vagy valamelyikünket kell választanotok. Ha megvan, akkor megvan a hét. Akkor behúztuk, igen. Jól van. Na, hát akkor kezdjük el a reggelt, lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan, ha valakinek van kedve, írjon nekünk SMS-t, illetve hát pontosabban nekünk címezve, de úgyis Anna látja, mi is látjuk. Írjon. Jó, mi meghallgatjuk a legfrissebb híreket Ákostól, és aztán jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Balázs, Feri, Johnny, menj Afrika! 8 perc, szóval pontosan 7 óra, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, baleset az M5-ös autópályán, Szeged felé az 50-es kilométernél. A belső sávban Zsola küldte, és igen, 5 autó ment össze. Te jó Isten, gyerekek. Jó Isten. Az komoly. Az nagyon. Az gondolom, ratyi még az idő ott is. Tegnap is ugye az volt, sokan azt írták, hogy azért van, mert esik, csúszik, és nem szoktuk még meg. Igen. Hát alakul. Na, nézzük, hogy állunk játékkal. 2-1. 2-1-re megyünk, ugye? Úgyhogy ha ma beverjük a szöget, akkor tulajdonképpen meg is vagyunk. Már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szia Balázs! Hello, itt a Feri. Hello, jó reggelt! Ja, és jó reggelt, is üdvözöl. Én is őt, dobulás neki. Megmondjuk, köszi. Zoli, honnan hívsz minket? Sopronból. Az nagyon szép ár. Szeretünk oda járni a kitelepülésre. Megyünk. Lehet, hogy egyébként jövőre szeretnénk majd oda menni. Kivel szeretnénk játszani?
Ferivel, legyen Feri. Feri, legyen. Világos. Hát persze, tegnap úgyis Balázs játszott. Hogy a viharban? Ma Janit akartuk bedobni, de még egy kicsit pihenget, és akkor holnap már majd ő döntheti el a hetet, jó. Ha mi 2-2-t csinálunk, de remélem nem így lesz. Sőt, mi több egész jövő tenője. Teked pihenő van. Most, igen, most pihenőre megyünk. Oké, na, akkor indítjuk az órát. 3-2-1, és tessék. Mi a foglalkozásod, Zoli? Te, iskola lelkész vagyok Sopronban, képzeld el. Iskola lelkész? Bizony, bizony, bizony. De van egy kérdésem felé, hogyha megengeded. Azon gondolkoztam, hogy vannak olyan szavak, amik ugye rokonértelműek, mint mondjuk a nyúl. Azt mondom, hogy nyúl, valamire nyúlok, vagy pedig az állat. És most lehet, hogy magam alatt vágom fát, de azon gondolkoztam, hogy. Ezek rokonértelműek? Hát most szóval az a lényeg, hogy azon gondolkoztam, hogyha azt mondom, és most lehet, hogy magam alatt vágom a fát, hogy Feri hímnemű, akkor most kiesek? Ez egy jó kérdés. Eldöntjük. Mondom. Eldöntjük a végére. Szerinted kiesel? Hát talán, de én úgy látom, hogy igazam van. Igazam van. Tehát hogy gondolod? Szeretik, beszéljünk már másról, jó? Ja, látom, hogy kellemetlen a téma, de jó, beszéljünk. Szeretik a gyerekek a hittanórát, ezt akartam megkérdezni. Atyaisten, ebből semmit nem értettem. Hogy a hímnemű szót bedobta, hogy akkor mi van a hímneműnél, ő kiesik-e. Amire nyilván azt akarta, hogy az legyen a válaszom, hogy nem esel ki. A hímnem. Igen. De aha. Már vége az időnek. Már lejárt közben az időnek, van az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönöm szépen. Tehát lejárt az idő. Kihúztuk az egy percet, ezt már időn túl mondtam, tehát azért ebből a csapdában nem sétálnék bele, így egy 5 éves fekete-fehér igen nem játék után, hogy nem esel ki, azért ezt nem mondtam volna, Zoli. Nem volt köszönöm. Rossz. Nem volt nem rossz. Volt rossz, igen, hogy az igen csakra, meg a nem igen, meg erre akar kiukarni, meg hím, nem ű, és akkor ezt a rokor értelmű szavakat ott nem értettem, hogy nyúl. Igen. Én ott leestem a lóról, futottam egy ideig, azt mondtam, hogy mennyi, akkor majd visszasétálsz az istálóba, nem megyek utána. Jó, nem. De egyébként meg jó volt a koncepciót, hogy azt gondoltad, hogy te végigbeszéled az egy percet, vigyázol magadra, és akkor nem lehet semmi baj. Csak mondjuk beszélgetni nem tudtunk, de semmi gond. Igen. Köszönöm Zolikám, szép napot nektek. Ügyes vagy. Köszi, megvan az ajándék, csak küldjük neked, jó? Ügyes voltál. Ciao. Hello. Hát ez így ezt engedd el. Felbukott a lovam. Ez kívül, ott fel. Én erről most leestem, és néztem. Na ez hova akar kiukadni, vagy ebből mi lesz? Jó, de meg lett neki az ajándékcsomag. Akkor 2-2? 2-2. Gyere, Jani, te leszel a király. Na majd jön a pihent, aztán ő. Így is van. Majd ő rendet tesz itt holnap reggel. Hungária tököli sarkán ki van a kapcsolva a lámpák, bekapcsolták a rendőröket, de már 7:30 sor volt. Pest felé a Rákóczi itt botrányos, Andor utcáig áll a sor már most. Ezt Zozi küldte nekünk, köszönjük szépen, és egy nagy baleset van az M5-ös autópályán, az 50-es kilométernél a belső sávban. Mindenki vigyázzon ott is. 4 perc már pontosan, 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Johnny, menj Afrika! A Morning Show dél-afrikai kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show élőben Dél-Afrikából. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel, jó reggelt, szevasztok, elérkezett az a pillanat, amikor a dzsungel szép lassan kinyír mindenkit. Már csak én tartom magam, a férfi is eltűnt mellő. Hello. Most van reggeli. Egy nagyobb a mennyiség. A sültet mindenről már berendelte a reggeli. Életem kockáztatásával loptam a konyháról, gyerekek, úgyhogy meg akartam még várni a kávémat, de mondtam, hogy nem. Majd félkor behozzuk. Vannak dolgok, amik nem mennek annyira flottan. Na most az egyik az, amikor azt mondod, hogy kész egy eszpresszót. Tehát az... Megakasztotta? Picit lefagyott a 6 fő személyzet. Ráadásul ilyen laktózmentes tejből kértem még egy másikat. Na és akkor ott mondták, azt már nem is értették. Az egy 20-25 perc. Meleg a croissant, olyan 4-szer esett le csak a földre, úgyhogy... Semmi baj, egyén nyugodtan zsűr. Ne törődjél vele, mindig lefújtam, amikor fölvettem. Kétszer talán a liftben, mert 2 tányért hoztam egymáson, 2-szer pedig itt kint a recepcióm, de abszolút mindig fújtam rajta egyet. És amikor leesett, és a 2 kezedben volt a tányér, akkor letetted a tányérokat a földre, nem, és visszatettem. Amikor a 2 tányért egymásra tettem, magamhoz öleltem, és közben próbáltam hülyén keresni, lent a földön a recepció, és a nő így nézte, hogy ezt a prolit egyrészt miért iszi fel a szobájába, kaját, miért nem megy le reggelizni, kettő a földről fölveszi, visszarakja, és ott 4 kézláb mászkál, magához szorítva egy gyümölcsös tányért.
Mikivel lementünk, és ő összevállalta, mondta, hogy kész dolgokat, de közben mondom, felhozom az ő tányérját is, hogy ő meg fel tudja hozni a kávét. Mert igazi úr vagy. Mondom, akkor segítek, add ide, le fog esni, mondom. Életem. Egy nekem. Tényleg hülyének nézel. Tudod, egy lavíroztam benne égek előtte, a liftbe már leesett. A recepciót még kétszer leesett. Na, ezek az európaiak milyen furák, négy kézláb mászkálnak egy tányért magukhoz ölelve, és keresik a croissant lenn a földön. De fura egy népség, gondolta az ember, aki ott állt a recepción, de mikor átnéztem, mosolygott. Tehát éreztette, hogy azt csak, amit akarok, én vagyok a vendég, tudod, nem éreztette, hogy ez nagyon kellemetlen, hogy viselkedek. Úgyhogy, hát van itt kaland. Közlekedési hírek még nem voltak, tehát nem? Az lett volna a következő, úgyhogy megvártunk téged vele. Kiszámíthatatlan, hogy mi történik lent a konyhán igazából. De jó, mert a banán az például pucolhatod, az nem ért hozzá semmihez, a croissant meg még meleg, az meg fertőtlenít. Gyerekek, én a gyereknek is mindig azt mondom, hogy persze higiénia meg kézmosás, de már erősödjön csak az immunrendszere, egyre csak meg a cigicsikeket a játszótéren, nem? Tehát... Ez kicsit túlmutat, de értelek, nagyon jó. Zsűl, ha gondolod, akkor kukáig kimegyek, szerek neked valamit még. Kell az immunrendszernek, nem? Pici kis leesett kis croissant, nincs az a baj. Ja, Istenem, hogy ide nem akar megjönni a jó időszak, komolyan mondom, én értek mindent, hogy otthon nagyon klassz idő volt, meg sokáig volt indián nyár, de kicsit azért jöttünk ide, hogy itt is meleg legyen és üssön a nap. Na most már lassan azért 2-3 napja ez a 20 fok borongós, este 12 látszik a leheletet, szóval, hogy így valaki csináljon már valamit. Valami mindig szemerkél az égből, most már otthon sincs jó idő, most akkor jöjjön vissza ide. Nem sok, egy 30, hát az itt normális ilyenkor. 30 fok napsütés. Búcsúztasson már így bennünket. Ne ingasd a fejed, Zsül, mert én ettől megőrülök. Egy laza 25, csak már lássuk a napot, igen. Mert napok óta nem láttuk. Vasárnapra mondanak? Na, az egészen barátságosnak tűnik. Na, azt mondja, hogy kamu az M5-ös baleset az 50-es kilométernél, az úton minden oké, minden irányba jól járható. Hát többen elküldték, nem tudom, hogy kamu el lehet, hogy már levontatták az autókat. Vagy a másik oldal, bár azt írja, hogy mindkét oldal, itt nem hiszem, hogy valaki ezzel szórakozza. Ráadásul több ilyen SMS volt, hát nem tudjuk, hogy mi az igazság. Én az összeset beolvasom, nyilván nem látunk rá a magyar utakra, de ha otthon vagyunk, akkor se. Csükösdön van egy trafik, köszönjük szépen. A héten még nem jött időben a vonat a Lajos-Mizsei vonalon, minden második vonat késik csak. Ezt Ari küldte nekünk, köszönjük szépen. Az M6-oson az alagutak előtt Budapest irányába egy kivilágítatlan kerékpáros teker a leállósában üzeni keffír. Az okos, nagyon ezt az autópályán van. Való biciklizést, ezt én soha nem értettem. Mert... Vagy ott hogy kerül föl az autópályára? Ugye, te általában a kerékpárt azt úgy használod, hogy a falun, a városon belül az autópálya meg sose ott megy, tehát ahhoz ki kell menni valahogy, nem? Tehát odaig el kell tekerned az autópályáig, igen. Fölmész a pályára, és letekersz majd valahol. Ahhoz, vagy arra csak úgy magadtól nem kerülsz rá, ugye? Nem tehát, úgy, hogy Kossuth utca helyett a Petőfi utcába fordultam be, jaj. Tehát azt megértem, de ehhez legalább mint egy 5 kilométert azért ki kell tekerni a faluból, mert annál közelebb nem nagyon szoktak autópályát építeni. Nem értem. De akkor vigyázzunk rá, ez a biztos. Igen. Soltvadkert és Kiskörös között mérnek az 53-as főúton. Ezt Csoki Robi küldte nekünk, köszönjük szépen. És az M6-oson a Mohácsi szakaszon, igen, ezt mondtam az előtt, biciklizik valaki, figyeljünk rá. Ezt Tomi küldte nekünk. Vágány utca, a Dózsa-György út sarkon nem működnek a lámpák, mindenki óvatosan, üzeni Gábor, és a Nagykörösi út kispesti szakaszán Budapest irányában 4-5 autót csúszott össze elég csúnyán, ez pedig Nóra küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt nézem, nincs közöm ez a What is Love Hathaway számhoz. Azt mondja, nem DJ... mondod, hogy ezt írják. De jó. Hogy DJ Oti. Jó, de jók vagytok. DJ Otim, de nem, most nem, innen nincs erőmbe rakasgatni számokat, úgyhogy mert most hagyjuk a programigazgatónkat 6-8 hétig pihenni, aztán visszamegyünk, és visszamegyünk, aztán elkezdünk újra számokat bepakolgatni. Nem hiányzik a szerdai értekezlet? Hát az rohadtul nem. Azt hittem, hogy úgy hozzászoktál már, hogy minden héten szerda, 10-kor bevonulsz a főnökhöz, kicsit dumáltok, 10 óra 5-kor általában kijössz, mostanában ezek rövidek. Csak az állandóság, meg az otthoni íze a szerdai érték. Az valahogy nem. Egy csomó ide hiányzik, de hogy például az a szerdai értekezlet, az valahogy nem. Nem mond. Az nem. Olvastad a Pataki legújabb nyilatkozatát? Hogy a hírességek között is vannak ufók, arra hát, gyerekek, én sokáig azt gondoltam, hogy én értem az Attilát, meg hogy tulajdonképpen, ha most nem bulvárosan nézzük, hogy mit akar mondani azzal, amit ő mond, még talán van is benne valami, amivel tudok azonosulni. Várj, azért ezt tisztázzuk majd, hogy melyik része. Később a beszélgetésben erre azért térje vissza, hogy melyiket tudsz azonosulni.
Hogy a lélek időszaka jön el, meg a gondolatiság? Hogy a lélek, meg a pólusváltás, meg hogy mi történt, és a gondolatiság, és hogy tulajdonképpen igen, tehát azok az értékrendek, amik mostanáig fontosak voltak, azok szépen lassan megváltoznak, és ugye tulajdonképpen az anyagi világ ideje majd egyszer nyilván lejár, és mindenki rájön, hogy az hosszú távon nem okoz boldogságot, és ez szépen lassan valahogy megváltozik. Tehát ezt sokan mondták, hogy ugye ez megtörténhet. És vannak ilyen morzsák, vagy foszlányok, amivel egyet tudok érteni, de most azt mondta, és ez számomra most már tényleg teljesen megdöbbentő, hogy ő tudja, hogy melyik celeb UFO. Aha. És azt tudod, konkrétan, és így elgondolkoztam, hogy mi van, ha rólam gondolja. Na? De megnyugodtam, mert elolvasom a cikket, és azt mondta, hogy személyes találkozásnál az erős kisugárzás miatt jött rá, hogy ő más. Na, hogy az UFO más? Az ember más, igen, és azt mondta, hogy 2 évvel ezelőtt találkozott egyel, azonnal felismerte, olyan kisugárzása volt, és ebből még magamra gondoltam, de aztán ugye a 2 évvel ezelőtt találkozásnál rájöttem, hogy ez nem lehetek én. Azt mondta, hogy rögtön érezte, hogy ő micsoda. Tehát többféle UFO is van. Azonosítani is tudja. Annyit elárulhatok, hogy nem énekes volt, de közszereplő. Aha, akkor ez még lehetsz te? Találkoztatok 2 éve? Hát, fene se tudja. Nem. Tehát celeb, közszereplő, de nem énekes. Nem. És ezt ő elmondta az egyik napilapnak, szóval, hogy azt mondja, hogy alakváltó közszereplő. Alakváltó. Akkor nem váltó műtét, vagy nem? Igen. Mária. Angéla. Akkor Angéla lehet az. Igen, alakváltó alakváltó közszereplő. Az mondjuk a plasztikai sebészet után. Ki a legnagyobb plasztikázós? Krasznai. Krasznai tünde. Ja, ne, azt hiszem, a krasznai sebészre gondolsz. Mondom a krasznai. Krasznai tünde. De hogy érted ezt, hogy alakváltók a közszereplők, és hogy ő használta tulajdonképpen ezt a kifejezést, hogy alakváltó. De ez mi a fenét jelent? De az alakváltó az azt jelenti, hogy ő UFO-ként mondjuk egy ilyen ragacsos izé, ami csúszik az asztalon, vagy egy hatlábú, egyfejű nagy szörny, és át tud változni emberré. Így alakváltó? Vagy az évek alatt sokat változott. Sokat fogyat, sokat hízott. Aha. Mit tudom én, Tóth Vera. Aha. Aki állandóan szegény a súlyával küzd, aztán most már egy ideje belenyugodott ebben. De hogy ő ezt komolyan gondolja szerinted? Tehát Tóth Vera UFO, ezt mondta Sebestyén Balázs, írja. Nem, igen. Nem, pillanatra nem akarok ezzel hosszan foglalkozni, csak azért ezen már én is meglepődtem, hogy ugye van nagyon sok ilyen film, ami arról szól, hogy itt járkálnak köztünk, és előbb-utóbb átveszik az emberek felett a hatalmat. De most majd a magyar celebek között is van, azért ezt kikérem magam. Na miért ne lenne? Miért? A magyar celeb az miért lenne értéktelenebb, mint az amerikai celeb? Tehát ha mondjuk, nem tudom, Woody Allen lehet UFO, akkor miért ne lehetne a... Nem. Tehát arra gondolsz, hogy Delhusa John nem a plasztikai sebész miatt fiatalodik, hanem azért, mert ő egy alakváltó? Így van. Igen? Így van, ő egy alakot tudott fölvenni, amikor megérkezett ide a földre. Hát figyelj, most belegondolsz a fedő... Miért nevezte meg? De hogyha belegondolsz a fedő sztoriába a Delhusának, ugye, aki azt mondja, hogy Albániából érkezett, és ottani a gyökerek. Akkor a kamu. Hát itt a kamu. Ő akkor jött le a földre. Igen, akkor érkezett. Érted? Meg. Akkor jött le. Feltűnően jól tartja magát. És ugyanúgy néz ki a csávó 50 éve. 50 éve nem öregedett semmit. És ha ehhez még hozzáveszed a Mindenem a Farmerem című dalt, akkor meg abszolút megvagy. És a buzuki hangja szól, hát na, azt még érted, ezt meg aztán végképp nem tudom hol tenni. Na mire, nem, ez érdekes dolog volt, elolvastam, és én vagyok a hülye, mert komolyan mondom, elolvastam a cikket, és olyan fáradt voltam, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy szerintem ki lehet. És azon vettem észre magam, hogy olvasom a cikket, és így azon gondolkozom, hát nézzük már végig, ki lehet. Listát írták, kihúztad ő. 5 perc után jöttem rá, hogy Bali, nem kell mindent azért elhinni, amit olvasom, egyrészt, de ha már ezt mondta a Pataki, akkor legalább tedd már meg, hogy alszol, és nem azon gondolkozol, hogy ki lehet. Vagy legalább fölhívod a Patakit. Szerintem akkor ki lehet, igen. Vagy följük a Patakit is, és megkérdezzük, csak már egy ideje nem annyira akar velünk beszélni, vagy hallja, hogy keressük, akkor még a telefonját is kútba dobja. Hogy, és ott jöttem rá, hogy már velem is kezd baj lenni, ha lepörgettem 4-5 celebet, és azon gondolom, hogy ő, vagy talán ő. Kiről tudjuk elképzelni? Hát ezek szerint hiteles a Pataki, mint UFO kutató. Miből ismered fel? Az UFO-t? Igen, honnan? Olyan kis sugárzása van, onnan felismered? Hát én nem értek az UFO-khoz, a Pataki tudja felismerni, de ha azt mondod, hogy ugyanolyan alakban van, mint az emberek, hát én a Men in Black című filmet láttam utoljára egy UFO témában, ugye én picit le vagyok maradva a filmes világban, ott az volt például, hogy aki UFO volt, annak a szeme, amikor pislogott, az egy ilyen hártya húzódott rá. Tehát ha valaki furán pislog, akkor A, szemébe ment valami, B, ő UFO.
Igen. De ezt, csak ezt tudom gondolni. Igen. Most is van egy ilyen jó, ilyen ufós, nem is ufós, inkább ilyen vámpíros sorozat. Kicsit azzal le vagyok maradva. Na mire, de teljesen reménytelen rácsörögni, mi? Ugye? Gondolom. Ugye? Aha. Volt valami, ami megsértődhetett ránk. Adtunk rá okot, Feri. Adtunk rá okot. Én nem tudom, most keresgélek a gondolataim között, hogy úgy nagyon nem. Hát most nyilván elmondtuk, hogy fúri. Mindegy. Annak kérdezem meg, hogy fél után nem akar-e velünk kettő mondatot beszélni. Csak arra, hogy akarunk neveket, vagy monogramot, vagy mondja azt, hogy NK, vagy mit tudom én. Nek, hogy miről ismered föl? GL, és akkor tudom, hogy mit, Galamos Lajos, vagy. Ja, most megint őt mondtam, de hülye vagyok. Nagyon szeretek, nem van. Azért mondtam. Nem, semmi nem, csak hogy eszembe jutott egy név, akkor TV, és akkor tudjuk legalább, hogy ki lehet az, aha. Nem? Mondja el. Meg azt mondja el, hogy honnan ismerem föl én az UFO-t. Hát igen. Most én bizonytalanságban vagyok. Hát elég sokat jársz műsorvezetni ide-oda. Találkozol valakivel, oszt UFO. Hát ne legyen már ez, tehát hogy akkor tudjuk, hogy ő mitől. UFO, oszt UFO. Oszt UFO. Érted? Oda mész, oszt ő egy csak UFO. Igen. Na, viszont én Nostradamus jószlát rákattam. Neked és tényleg aludni kéne, de komolyan. Lehet, igen, kicsit kezdek megkattani, és már ilyeneket tanulmányozok. És ez a cikk arról szól, hogy mi az, ami bejöhet Nostradamusnak, és mi az, ami már tulajdonképpen megjövendőlt, és meg is történt. Egy elég hosszú cikkben boncolgatták, hogy mit mondott ez az ember, aki egészen kivételes képességekkel rendelkezett, és hát apró kicsi verses formákban hozta ugye ő létre ezeket a verseket a középkorban, és beszélő egyébként a földön kívüliekről is, de nem abban a formában, hogy Pataki Attila megállapítja majd, egy híres magyar énekes megállapítja, egy kopasz magyar énekes megállapítja majd, hogy a többi közszereplő UFO. És végigvettek egy-két jóslatot, ami arról szól, hogy tulajdonképpen egy csomó minden megtörtént, amit ő mondott. Érdekes, érdekes maga a cikk. Már előre is utal, hogy mi lesz még? Azt is bontogatták, vagy fejtegették most, vagy most csak azokat, amiket már meg. Azokat, amiket ő mondott, azokat, amiket mindig integetsz, akkor össze azért adok, mert azt hiszem, légy van a szobában. Hogy azokat is, amiket mondott, meg azokat is, amiket még jövendőlt, aha, de még nem történtek meg, majd mindjárt mondom, hogy mit mondott. Azt mondta például, hogy jégeső hull majd az élet pusztul, kisebesedik a bőr, a nők gyakran nem akarnak szülni, az új járvány éhínség követi, sérthetetlen csillogó tárgyakat látni az égen. Azon. A jégeső az oké, az bejött. Tehát, hogy ugye jégeső hullik az égből, ez előfordul a földön. Tehát, hogy ez van. Kisebesednek az emberek. Igen, hát itt lehet bármilyen ökológiai katasztrófa, ugye? Lehet például a jég, az eső, aha, a radioaktív tartalma, ugye ott van például a Japánban történt hatalmas katasztrófa. A Fukushimai erőmű? A földrengés, így van, így van. És hát ez egy tulajdonképpen bármennyire is tagadják a japánok, az például egy nukleáris katasztrófa volt. Hát hányan haltak meg? Hát az döbbenetes volt, ugye a szökőár következtében. És ezt hol írja a Nostradamus a nukleáris katasztrófát? Ő csak azt írja, hogy jégeső hú, majd az élet pusztul, kisebesedik a bőr. Aha. A nők nem akarnak szülni. Az új járványt éhínség követi, sérthetetlen csillogó tárgyakat látni. Na, az égen. Ez az utolsó, az érdekes. Sérthetetlen csillogó tárgyak. Hát az mi más, mint az UFO. Mint az UFO. Na. És ugye mi történt? Volt egy szökőár, ugye, egy cunami, azt egy földrengés indította el, és onnantól kezdve pedig ugye hát a Fukushimai atomerőművel pedig megtörtént az atomkatasztrófa. Bármennyire is azt mondják, hogy ez nem az volt. Hát hány, tényleg hányan haltak meg? Az valójában az volt. És mennyi radioaktív levegő, vagy szennyezett levegő, sugárzás került ugye a levegőbe, beszennyezve ebből később az egész bolygót, hát ezt érezték, ugye a skandinávok is jeleztek, hogy ez itt van nálunk tulajdonképpen. Aztán, ugye, a mérgező csapadék hull az égből, ha pusztul az élet, akkor az állatok is megdöglenek. Az atomkatasztrófa utáni eső, az mérgező. Igen. Ezt jól írta. Ezt például jól írta, és ebből valóban mindenki elpusztul, vagy hát akit elér. Igen. Az érdekes, hogy mire utalhat azzal, hogy sérthetetlen csillogó tárgyakat látni az égen, nyilván nem a repülőkre, mert hogy ő azt megjósolta, hogy fogunk repülni, aha, valamikor. De ezek a sérthetetlen csillogó tárgyak az égen, hát beütött, hogy UFO, és mit mondasz? Hát ilyen jelenség, olyan észlelés, hát ezt folyamatosan mondják. Csillog, nem? És nem lehet lelőni. Csillog, és nem tehát tudsz, vele, nem igen, tudsz vele tulajdonképpen mit csinálni.
Nem? A repülőgép. Vagy a repülőkre gondolt, nem és jó, mert a csillogó jelzővel illetni, ez is érdekes, de hát ezt én nem gondolnám. De tehát meg a repülő nem sérthetetlen. Tehát nem sérthetetlen, meg ez nem is odaillik, nem? Jó, ez biztos, hogy UFO, ezt adom, ezt a pontot adom. Tehát ő már megmondta akkor, hogy jönnek az UFO-k. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondott. Neki látomásai voltak, vagy ő csillagokból jósolt? Szerintem látomásai. Nem vagyok, ugye, egy nagy Nostradamus kutató, ezt be kell valljam nektek. De csillagokból is, hogy, ezt tudom. Hogy csillaggász volt, és akkor ott valami történt, valami eltört benne, és akkor úgy érezte, hogy verseket kell írjon. Igen. De ő nagyon sok mindent egyébként megmondott. Megmondta a két világháborút. Beszélt Hitlerről. A 20. században. Mm-hmm. Tehát, hogy azért ezeket hogy? Azt nem ezt lehet, mondd hogy, meg nekem, azt hogy? Nem lehet, hogy egy kicsit már mi magyarázzuk bele, tehát, hogy ő írt ugyanilyen jóslatokat, mert azért nagyon korrekten mindig nem mondja ezt, hogy világháború lesz, meg ilyen lehet, hogy persze az ő korában ezek a kifejezések még nem is voltak meg, hanem írt valami olyat, amiből aztán mi később, miután megszületett az esemény, vagy megtörtént az esemény, összepárosítottuk a kettőt. Érted? Aha. Tehát, hogy ő egy ilyen nagyon ügyes jövőbe látó volt abból a szempontból, hogy körülbelül kitalál dolgokat, de aztán mi húztuk rá ezeket, hogy akkor jaj, tényleg itt a világháború, jaj, itt tényleg Hitlerről írt. Sem tudom pontosan idézni mondjuk a hitleres versét, amiben a diktátort magát, a 20. század egyik legnagyobb emberírtóját ugye megírta, tehát nem tudom, hogy pontosan ő ott mit írt, de lehet, hogy csak azt írta, hogy majd jön egyszer a jövőben egy ember, aki, vagy leírta azt, hogy neki kis bajusza volt. Azt pontosan nem a 20. században ír egy emberről, aki nagyon-nagyon sok bajt okoz, igen. De nagyon-nagyon-nagyon sok olyan levél van, meg levéltöredék, ahol konkrétan mondjuk a 20. századi eseményeket, vagy a 21. századi eseményeket is ír. Tehát ír például Izraelről, egy olyan államról, amit nagyjából leírja, hogy pontosan hol van, hogy kik segítenek neki, és hogy Jeruzsálemet egyébként minden oldalról megtámadják. És ezt is a 20. és a 21. századra írja. Na most azért ezek ilyen teljesen döbbenetes dolgok, hogy majd elmondja egyébként, hogy segítséget kap erősebb országoktól, nyilván nem ezen a nyelvezeten, de hát ez történik, ugye az Egyesült Államok segítségével. De komoly. Történik meg azért Izrael megmentése sokszor, nem? De abszolút, csak azon gondolkodom, hogy akkor tényleg létezik ez, hogy jövőbelátás, tehát hogy megérzés, hogy ő mivel állítólag ő kétféleképpen dolgozott, látomásai voltak, tehát ezeket a látomásokat írta ő lekis versekben, vagy hosszabb versekben, vagy levelekben is, és a csillagokból is jósolt. De leginkább egyébként a látomásai alapján írta ezeket a jóslatokat. Ahhoz inni kell? Inni kell a látomáshoz, vagy az hogy jön? Lefekszik aludni az ember, vagy bevesz valamit? Hát ahhoz abszintot kellene neked is. Próbáltam már, de még láttam ahhoz, semmit előre. Ahhoz neked abszintot kellene írni sokat. Úgy nem volt neked? Nem jött semmi? Nem. Úgyhogy ő vagy varázsgombát használt, vagy valami más szert, Nostradamus. Egyébként olyan hálátlan szerep, gondolj bele, mert hogy ugye ott neked akkor senki nem hisz, most én elkezdenék beszélni 2500-ról, mindenki kiröhögne. Mire az megtörténik, te meghalsz, tehát hogy nyilván egyfajta számkivetettség van a dologban, de ő elmondta egyébként, a fekete elnököt is megjósolta ugye az Amerikai Egyesült Államok, tehát nagyon sok konkrétum van, ami azért nem lehet csak úgy, hogy pont bejött. Nem? Tehát Obamába belemagyarázni, hogy fekete azért, az picit nehéz. Hát jó, de azt azért lehetett gondolni már akkor is, hogy egyszer lesz olyan világ, nem? Jó, de 500 évvel ezelőtt. Nem, mondjuk nem, nekem szóval se jutott volna. Szóval 500 évvel ezelőtt. Nem jutott volna eszembe nekem se. Meg akkor, hogy miért pont erről ír, tehát nyilván még ezer másról írhatott volna, akkor valószínűleg ő látta ezt a dolgot. Igen. Szóval nagyon-nagyon-nagyon érdekes egyébként ez a dolog. Tehát amit a Pataki Attila mond, azt is most lehet, hogy nevettek rajta emberek, és lehet, hogy az is egy ugyanolyan komoly dolog, mint a Nostradamusé. Igen. Közel-Keletről is jósolt egyébként. Meg amikor azt mondja, hogy mondtam egy olyan jóslatát egyszer, hogy repülőgépek fognak alá hullani az égből. Aha. Na most itt is mire lehet gondolni? Háborúra, ahol ezeket lelövik, vagy utasszállítógépre, amik lezuhannak, de hát ugye mondjuk az 1900-as évek, vagy a 20. század elején kezdték el egyáltalán a repülést. Ugye ő pedig, ugye hát tudjuk, hogy azért erősen a középkorban élt, na most ezt megjósolni mondjuk 500 évre rá,
vagy 500 évvel előtte, azért ez mindenféleképpen megdöbbentő. Amíg azt se tudtad volna megjósolni akkor, hogy lesz ilyen, hogy repülőgép. Hát igen. Ugye, tehát azt is kellett tudni, hogy lesz repülőgép, és az zuhanást is kellett tudni. Kemény. Nagyon kemény. Egyébként azt mondta, hogy ha egyszer a Amerikának fekete elnöke lesz, akkor az lesz az utolsó. Ó. Oh. Tehát, hogy itt ennek a vége. Aha. Nyilván szerintem ezzel kicsit mellé ment, mert hogy jobban most tölti ugye a második ciklusát, és valószínűleg lesz utána elnök. De hogy ő például a fekete elnökről azt mondta, hogy vége van. Aha. Tehát eddig is nem tovább. Másfajta berendezkedés történik ezután az adott országban, de hogy Obama lesz az utolsó elnök. Aha. Hát lehet, hogy utána jön Hillary. És akkor ő már mint nő lép föl, és arra gondolt, hogy férfi nem lesz több. Igen. Én mondjuk így magyaráznám ki. Nagyon érdekes jóslatok ezek egyébként. Ugye elgondolkodhatja az embert. Van, amikor ilyen négy soros kis versecskékben írja, van, amikor hosszú leveleket is írt, azokat már az élete vége felé írta állítólag. Nem tudom, hogy ez mitől függ, de minden esetre jó így ezeket tanulmányozni, hogy elolvasol egy párat, és megnézed, hogy mondjuk mi történt az elmúlt egy-két évben. Aztán lehet, hogy tudod, ő mondott valamit, és te tényleg belemagyarázod. Minden esetre azért a dolog érdekes. Rólunk nem írt magyarokról? Valami rövid szösszenetet? Nagy nemzet van, születik kis emberekből. De se? Nagy nemzet. Jön majd egy szakács szemüvegben. Egy kicsi és egy nagy szájú. Hosszú-hosszú éveken keresztül. Hosszú éveken keresztül. Na, azon, beszélnek majd valamiféle kábellel ellátott, nem tudom, dologba. És utána, igen. Nem vagy mellettük, mégis hallod őket. Igen, szóval, hogy jósan. Na, keresek magyar jóslatokat is egyébként. Lehet, hogy jött. Igen, van, azt nézem, hogy van magyar jóslat. Na, mindjárt megnézzük. Jó, 7:30, pontosan 3 perccel várunk friss közlekedési híreket. Nagyon sok helyen olvastuk, hogy baleset van, úgyhogy küldjétek el, hogy azokkal mi a helyzet, ott vannak-e még az autók, levontatták-e már őket az autópályára, lehet-e haladni. Ha valaki szeretne Óven bácsival, Beru nénivel játszani, akkor jelentkezzen. Jó, így jön nekünk SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, Manny, Afrika! A Morning Show dél-afrikai kalandja. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát! 3-4-8, ez pontosan 1 perc, szóval hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk! A rádió titula! Kezded megkedvelni, mi? Ezt imádom. Na, magyar jóslatokat kérdeztél Nostradamusról. Csak egy-két dolog, hogy mit mondott. Azt mondják, hogy Zrínyi Miklós is, ugye, Szigetvár védője kért tőle egyébként egy jóslatot. És a következőt írta. Akinek mindezt írtam rendelése, 3 hónappal él tovább, mint magam. Csatát veszít, de a harcnak nem lesz vége, minden ledölt toronynak súlya van. Ezt jósolta. Aztán, mondott néhány szót, vagy szólt néhány szót Petőfiről is. Ezt találta, mert hogy vannak Magyarországgal kapcsolatos jóslatok. Hogy ezt így hogy? Figyeld. Alacsony sorból jött ifjú legény, kinek Isten nem sok évet enged, de senki sem tesz túl a szellemén, legnagyobb poéta lesz, kit Pannónia termet. Vándorol sokat és gyorsan él, egész világra szól minden sorsa, csontjait őrzi délen csatatér, nyugvó helyét nem lelik soha. Hát ez annyira konkrétan róla szól, és ugye még az Rinyi sztorit, azt körülbelül érted meg kortársak, de Petőfi 300 évvel későbben él, megírja, hogy nagyon sokat ment, hogy csatatér, hogy nem találják a testét. Délen őzi csatatér, és nyugvó helyét nem lelik. És Pannónia a legnagyobb költője lesz. Hát azért ez... Szóval azért ez döbbenetes. Nagyon sok, nagyon sokféle Nostradamus jóslat van egyébként, igen. Valaki azt írja, hogy a fekete pápát mondta, hogy az lesz a vége. Nem, beszél az amerikai elnökről is egyébként, hogy a fekete elnök lesz az utolsó, amiben szerintem lehet, hogy egy kicsit téved, de tényleg Hitlerről is, 20. századról, világháborúkról, járványokról. Hitler esetében még majdnem a nevét is. Igen, az is jól. Igen. Igen. Említi meg őt. Igen, hát szóval, hogy komoly. Vagy valami nagyon jó cuccot használ. Nem? Igen. Szóval azért ennyi konkrétumot azért nehéz. Én most gyorsan belenéztem az életrajzába, hogy ő ugye csillagásznak tanult, meg aztán orvosnak is, ott a pestis járvány idején dolgozott, és azt nem írja, hogy használta valami kisegítő lehetőséget. Azt nem, igen. Azért mondják sokan egyébként, hogy pápa vagy elnök, mert nem azt mondja, hogy egy nagy hatalom elnöke, hanem, hogy egy nagyvilági személy. Na most ez többféleképpen értelmezhető, aha, és ezért látták Obamában beteljesülni ezt a jóslatot. De aztán az is lehet, hogyha mondjuk 20 év múlva lesz egy fekete pápánk, akkor ő arra gondolt, hogy az utolsó. Az utolsó. Úgyhogy érdemes ezeket olvasgatni, mert szerintem nagyon komoly.
Nagyon jó. Na, és tényleg, ha csak a Magyarországgal kapcsolatos jóslatokat elolvasod, az is hátborzongató, hogy, hogy miket, miket mondott. Nagyon sok Nostradamus könyv van, aztán ennek persze nyilván nagyon sok értelmezése van, de az eredeti szövegeket úgy érdemes összehasonlítani, hogy utána mellé tesznek utalásokat, hogy mire gondolhatod, mert nem biztos, hogy maga a jóslat az neked beugrik. De van például egy olyan könyv, ahol ő jósol valamit, és mindig mellé teszik az azzal azonos, vagy azonosnak megfelelő olyan történést, amire ő gondolhatott. És akkor így egy kicsit neked is egyértelműbbé válik, hogy ez most belemagyarázás vagy nem, azt nem tudom. Hát a Petőfi esetében biztos. Na de most egy ilyet 500 évvel annyira, ezelőtt, vagy 300 igen. évvel ezelőtt igen. mondani, hát azért az nagyon érdekes. Fönn van már Frabato, kérdezzük már meg, hogy ki a magyar UFO. Ez engem most már tényleg érdekel. Ő a magyar Nostradamus. Na, akkor most itt álljunk meg egy picit. Tehát ugye a magyar Nostradamus. Jó, értem. Tehát van egy Pataki Attilánk, aki látja az UFO-kat. És van egy magyar Nostradamus Frabato. Csak egy mondat erejéig, mondja meg nekem, hogy ki az UFO. Én ezt tudni akarom. De ő tudhatja? Tehát neki hát, ha elment már hozzá rendelésre. Aha. Igen. Vagy csinált neki egy szerelemkötést, és ő ott közben rájött. Vagy együtt motoroztak a Patakival, és közben a Pataki neki elmondta. És a Pataki mondta el, hogy figyelj, Frabato. Tudom, hogy ki az UFO. És a Frabato megvizsgálta, és tényleg az volt. Csupa, erre azt mondta a Frabato, én is tudom. Hát vagy mondja meg, hogy mikor lesz már a nagy találkozás. Már minden Pataki Attilával, hanem vártam. Az UFO-kkal, igen. Itt van a Frabato velünk. Jó reggelt! Hello, Frabato! Ciao! Hello! Te már ilyen... Tudtad, hogy mi hívunk, nem? Hát, már tegnap tudtam. De ezt akartam, mert már tegnap este kicse kapcsolta a mobiliát. Igen. Ilyet te nem kérdezel, hogy halló, tessék ki az, hát nem, csak úgy veszed, hogy sziasztok, fiúk, mondjátok. Minden barátom eljátszol rá. Én itt hallgattam a műsort, és tényleg, amit mondtatok, hogy ki lehet a magyar celeb, én egyeztettem is valakivel, nem is mondom tegnap, hogy kivel, ilyen UFO ügybe, én a Pákot simán mondanám a UFO-nak. Tehát szerintem a Pákot... Nem jó. De jó, küldték... Azért, mert ő lett volna a kettő világ közötti közvetítő. Lerakták Afrikába, ott se értették, hogy mit mond, átküldték hozzánk, és igazából itt maradt lény, aki semmit nem tud a kettő világ között közvetíteni. Egyébként lehet, igen, egy fél lény, aki itt ragadt tulajdonképpen valahol, és ő nem tudja, hogy mi, de mi közben próbáljuk megfejteni, hogy ő mi valójában, igen. Na, de olvasod a Patakit, hát azért az nagyon érdekes, hogy ő azt mondja, hogy ő konkrétan tudja. Bocsánat, hogy belevárok, én az Attilával beszéltem már erről. Tehát más nézeteket vallunk, és nagyon tisztán, nagyon jól felépítve mondja el azt, amit mond. És hogyha igen nemmel, és én mindig kisarkítom a dolgokat, igen nemmel kell válaszolnom arra, hogy vannak-e UFO-k vagy nincsenek, akkor azt mondom, hogy vannak, bár én még nem tapasztaltam ilyesmit, de nagyon jól levezeti. Persze vannak sarkítások ebbe a dologba, de egy a dolog lényege, hogy ha vannak, akkor legalább készüljünk föl rá, mert ha vannak, akkor előbb-utóbb jönnek és jelentkeznek. Tehát jobb, ha fölkészülünk a veszélyre, mintha váratlanul ér minket. Aha, nem rossz. Nem rossz. Ez a fölkészülés, ez mit jelent? Hogy vegyek 3 kiló cukrot, 2 kiló lisztet, egy kis házi mézet, és tegyem le a spejzba, vagy lelkileg készüljek? Vagy ez hogy kell érteni? Szerintem igen, de a lelki felkészülés nagyon fontos. Hogy elhidd azt, ugye most kár, hogy a vadon nincsen, és kívánok neki jobbulást, mert a Danikerről hallottadok már, Erik von Daniker. Hát ő nagy UFO kutató. Igen, nagy UFO kutató, egy csomó olyan dolgot mutatott, ami utal arra, hogy lehetnek UFO-k. És ezek hát sokan Cochrane-nak mondják, sokan nagy kutatónak mondják, igen. De van, aki hisz az UFO-kbe, van, aki hisz ebbe, van, aki hisz abba. Attól függ, hogy olyan témában nyújtatok bele, ami azért jó, mert a Nostradamuson is lehet vitatkozni, nagyon jó jóslatai vannak, és amit kisarkítottatok most a végén, tehát Hitlert majdnem azt hiszem 3 betű eltéréssel megmondta a nevet, és így igen. Tovább. Volt tévedés, igen. Tehát 500 évvel ezelőtt. Tehát ha most beszélünk arról, hogy mi lesz 20-30 évvel ezelőtt, akkor lehet egy kicsit logikailag belerakni dolgot, de 500 évvel előre nem. Bár azt is mondták, hogy időutazó volt. Igen, jó, hát ez már azért picit elvont, igen, a fluxus kondenzátor felfedezte, hogy ő maga volt UFO. Igen, hogy ő maga volt UFO, és jött, ment, igen, és szépen mindent megírt. Jó, elmondta neked Pataki, hogy ki az UFO a magyar celebek közül, vagy ezt nem tudtad belőle kiszedni? Ezt nem mondta. Ezt tőletek hallottam, nem. Ennyire így nem mentünk bele. Vagy lehet, hogy akkor még ő is. Nekem vannak lehet, hogy ez egy új.
Mi is találgattunk, mert van egy-két celeb, akire azért ez ráillene. Nem lepődnék meg, ha egy nyilvános tévéműsorban csak letépni az arcát, és kiderülni, hogy ilyen polipszerű lény van alatta. Igen, maga a Feri, ez jó, tehát én is keresem mindig ezeket a támpontokat, menim le. Tehát ezt úgy gondolom el, hogy bizonyos testbe bele sajtolnak egy bizonyos UFO-t, egy valami mást, és amin valami külsőségbeli problémát félsz felfedezni. Na most, én azt mondom, hogy mindenki lehet UFO, aki kicsit több az átlagnál. Arra már azt mondjuk, hogy különleges. Régen ezeket zseniknek hívták, mi már máshogy hívjuk. És igazából ezekben az emberekben bele tudod magyarázni, ami lehet, hogy igaz. Tehát olyan képességekkel rendelkeznek, amit mi nem tudunk befogadni vagy elfogadni, és ezáltal egy olyan energiát, és erre utalhatott az Attila, hogy ha leül valakivel beszélni, egy olyan energiát közvetít át, ami több, mint egy átlag ember energiája, és erre már rámondhatjuk, hogy UFO. Ti sokat vagytok együtt az Attilával egyébként? Nem. Érzem az azonosságot, szóval, elég. Hogy már, mintha vele beszélgetnénk. Na most tehát, egyébként ez a testben való ufóskodás, ez úgy működik, hogy mondjuk van egy személy, aki megszületik, és elél 25 éves koráig. És ott egyszer csak beleked, tehát a csonka pici mondjuk, ha ő UFO, érted? Vagy elrabolják. Tehát a csonka picit 25 éves korában elrabolták, kivették a belsejét, és beraktak egy UFO-t. Tehát jön haza a csonka pici egy esküvőről, ahol vőfékedett, 100 plusz áfáért. Akkor még csak 50 volt, és 5 évvel ezelőtt. Meglátja a fényt, belesétál, felszáll, UFO lesz, visszajön, és ő már UFO. Érted? Vagy ő már úgy születik, csonka pici boly például egészen csecsemő. Én azt elfoglalják a testet. Elfoglalják a testet. Nem születik, mert ez egy másik elmélet az ezotériában, hogy három szülőpáros közül választhat, levetítik az életutadat, és kinél tudod megvalósítani. Én szerintem ők belenyúlnak kívül, és elfoglalják azt a testet. Ezt az elméletet tudom elkövetni, bár még nem láttam. Tehát nem tapasztaltam ilyesmit, tehát nem nagyon hiszem el ezt a dolgot, de ha belemegyünk így logikai alapon, akkor ezt tudom elfogadni. Most például egy ilyen testcsere, azért gondolom, hogy komoly behatással jár, tehát az ember ilyenkor rosszul van, fárad, hát beteg. Hogyne, megkapnám Smukandor testét, nagyon rosszul lenni. Ha a Smukandor tennék beléd, akkor rohadtul megnyúlná a bőröm. Mi az Isten? Andor, gyere! Nagyon meglepődnék. De nézd meg, ki van rosszul. Ki van rosszul a Dél-Afrikába, kire mentek rá gyengére, bevitték a kórházba, és ott már kimosták az agyát. Holnap visszajön, már nem is ez az ember lesz, aki elment. Majd figyelj! Biztos, hogy lesznek más dolgok. Én Afrikában voltam, hogy behúzol egy csomó olyan dolgot, amire nem vagy föltészülve. Most nem a betegségre értem, hanem az a közeg igazából átformál. Tehát kapsz egy kis olyan löketet arról az oldalról, amit nem tudsz hova tenni, logikailag nem tudod berakni a mi világunkba, úgymond az európai világrendszerbe, és ezért átformál egy picit. Egyébként érdekes világ az afrikai, tényleg. Nagyon sok mindenben nagyon más, mint ami ez egy európai ember. Hozzá van szokva. Itt tanultál meg csontból jövőt jósolni? Igen. Megmondom neked őszintén, nem Afrikában, hanem Indonéziában, de az egy kicsit más, de ott is olyan egyszerűen állnak a dolgokhoz. Azért jó egyébként, mert abban annyira semmi konkrétum nincs, hogy bárhogy áll a csirkelába, azt mondasz, amit akarsz, nem? Hát az a legegyszerűbb. Hát nem, mert le lehet, tehát a sámánok minden szednek ilyen tudatmódosító szereket, meg amire a Feri utalt, hogy valamit szedni kell, akkor jobb, mert az agyad bizonyos kapukat bezár. Logikailag próbálsz dolgozni, és ezzel a tudatmódosító szerek kiütöd ezt az egészet, az indiánok is csinálták. És igazából sokkal jobban veszed a körülötted lévő energiákat. De nagyon egyszerű, hogy ilyen jóslás, igen, nem. Tehát a csirkeláb nem merre forog, hanem húzol egy kört, kettéfelezed, bal oldala, igen, jobb oldala, nem. Középre rádobod a csirkelábat, vagy a bármit, és melyik oldalra esik. Na ne adjál tippeket, mert Lulupádre felveszi ezt a menüre, és holnap már ő is, holnap már ő is csinálja. Úgyhogy neki nem oda fog esni, ahova kell, tehát. Jó, szép szúrásod. Még egy kivezető kérdés, én voltam itt egy sámánnál, mondjuk szerintem műsámán volt, egy ilyen kulturális faluban, na most ő is csontokból jósolt, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a kis csontok között mi az Istent keresett a kettő darab dominó? Remélem nem fizettél sokat. Hogy az mit jelentetett? Erről fel beújtott.
európai beütés, ez a csont mellé más nem használhat elméletek, de én is voltam Afrikában előtt egy barátom ilyen sámának, azon te, menjünk már járjuk körbe, hogy mivel tudnak többet, mint én. Hát megmondom neked őszintén, voltam három helyen. Nálunk, ha Őzre elmész, és bemész az első házba, ott sokkal külön gyorsásba akadsz vele, mint ott volt, amit én tapasztaltam. Egyébként a csontból jóslás, nekem van ilyenem, ez kicsit ijesztően hangzik, Indonéziából hoztam, emberi csontból van faragva halálfej, hát most nem tudom szépíteni, koponya. És ott az a hitvallás van, hogy az az ember, aki meghal, annak az energiáját, hogy a csontjából valami kettárgyat farag, és ez nagyon sokáig élt, nagyon bölcs ember lehet, tehát nagyon sok évet megélt, 70-80 évet, akkor a tapasztalatát, az energiát át tudod közvetíteni ezeken a csontokon keresztül, és a túlvilágról ad neked bizonyos intuíciókat. Én ilyen nem dolgozom, de dobókockát nem rakok mellé, mert az a játékteremben jó. Nem lehet, hogy pókerezni akart veled közbe, Feri. Tehát, hogy így egy párhuzamosíkot mutat a jósolt, és megmondta, hogy kicsit akkor dobjunk egy kockát, és kicsit játszunk. Frávátok, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon érdekes dolgokat mondasz mindig. Én köszönöm, tényleg. További jó mulatást Afrikával. Ó, köszönjük. Vigyázz magadra. Ciao. Hello. Ember nem mondott még ennyi hülyeséget. Nagyon kedvelem, bármit is csinál ő. Bármiből is foglalkozik, és bármiből is él. Én nagyon kedvelem. Mindig van egy-két jó szava bármilyen témához. Nagyon jó. Próbáltam egy konkrétumba belekapaszkodni. Hát igen, ezért ő Frabato, a magyar Nostradamus. Azt a mindenit. Na jó, érdekes minden esetre, olvassatok Nostradamus jóslatokat. Jó, egyébként nagyon szórakoztató így hasonlítgatni, meg megnézni, hogy vajon miről szól az a dolog. Egy perc, pontosan 8 óra Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Kell-e annál erősebb jel, hogy valaki... Jó reggelt! Veled hello. Mi van? Csak hadd mondja már ezt a mondatot. Egy pillanat, hello. Csak azt mondom, hogy kell annál erősebb jel, mint hogy valaki a lámpára teregeti az okniát, nem? Tehát, hogy nem mondjátok, hogy mi vagyunk azok, ha itt valaki a lámpára teregeti az okniát. Péter, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok, szia Balázs, szia Feri. Hello, Péter. Hello. Honnan hívsz minket? Izgulok. 7. kerület, Budapest. De na, mi az izgalomunk? De azt tudtam. Gondoltam, hogy minek vagy ott születik, vagy ott lakott, vagy oda költözik, vagy akarod oda költözni. Egy évet ott éltem. Na, mivel foglalkozol? Mikrooptikus vagyok, betanított munka. Uh-huh. És mi az izgalom oka? Először küldtem SMS-t, ismétlem, először hallgatok. Aki már 500-at küldtek. Péter, játszunk is, jó? Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj, először azt hallott, hogy mivel tevékenykedik a két kis helyes öreg ember. Hát a valami kanyáj. Beru néni megint nemet mondott Óven bácsinak is. Ezért Óven bácsi azt mondta, hogy már pedig, ha akarom, akkor akarom, ha szex lesz. Ha nemet mondasz, akkor is elveszem, ami kell. Szegény állatok. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Péter. Jó, rendben. Hát ez, ha nem tudod, hát akkor technikus, ez nagyon kérdés. Akkor UFO volt. Technikus kollega az nagyon, nagyon rövidre vette. Rövidre vette, de könnyű egyébként. Lehet-e még egyszer? Persze, figyelj. Egy tippem lenne, de nem vagyok annyira biztos benne. Na. Hát, írd körül az előadó. Hát, szerintem magyar. Igen? Igen. Na mond. Zoltán Erika? Ez a... Úristen! De jó. Szerelem leszülettem. Jó, ügyes vagy, igen, pedig rövid részlet volt, megvan a bögre is, megvan a Klassz FM-es Morning Show saját négycsomó. Hát nagyon szépen, köszönöm. Péter, köszi a játékot. Én köszönöm, sziasztok. Hello. 8 óra múlt pontosan, egy perccel jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön a mi drága Gáborunk, Mr. Puliszka, sok érdekes dolgot hozott, úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! A Morning Show dél-afrikai kalandja. És most indulj
induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, Menj Afrika! 8 óra múlt pontosan 16 perccel. Mindent tudtuk hallani. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, messze vagytok tőlünk, de mégis úgy érezzük, hogy közel vagytok, kapjuk a közlekedési híreket. Jánosunk ma még nincs, de holnap most már, hát ugye tegnap is ezt mondtam, hogy holnap már egész biztos, de holnap már tényleg egész biztos, hogy lesz. Kiegészülünk, itt lesz, jól van, ma, ha minden igaz, akkor kijön a kórházból, és szerintem már holnap reggel biztos, hogy csatlakozik hozzá. Kiszabadítjuk, ha nem jön ki, akkor kiszabadítjuk. Oda megyünk, most és tényleg megszöktetjük. Azért, mert azt mondta a doki a este még, amikor ő elment, hogy nincs semmi baja, de ő még ragaszkodik a Janihoz. Szerintem összehaverkodtak, ami azért érdekes, mert egy rohadt szót nem tudnak beszélni egymással, érted? Tehát semmilyen nyelven nem tudnak kommunikálni, de megszerette a mi Janinkat. Megszerette a mi Janinkat, igen, úgyhogy nem akarja elengedni, de ma már elraboljuk. Kihozzuk a hét toronyból. Ennyi, kiszabadítjuk délután. Amapur, kihozunk a hét toronyból, majd egy gitárral elmegyünk és elzenéljük a Janinak, hogy hogy fogjuk kiszabadítani. Na, nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. Pestről Budára, a Lágymányos hídra feljutni lehetetlen, iszonyat a sor. Ez Tünci küldte nekünk. Köszönjük szépen, az M1-M7-es bevezető az Egér úttól arra szól, üzeni Gabi. M6-os 42-es kilométerénél fotóznak, az M7-esen a 150-es kilométertől lefelé ömlik az eső, és ráadásul 100 méteres csak a látótávolság. Kiskörös és Soltvatkerti körforgalom között mérnek fekete Skodából, üzente nekünk Jancsi, köszönjük szépen. Aztán Petőfi hídon is nagy a dugó, trafi a szokásos helyen Pulán, és az M3-as, azt nézem, hogy Budapest felé, a 202-es kilométerénél mérnek, ezt Enci küldte nekünk, valamint jött még ebben a pillanatban Kicsi Ricsi üzeni, hogy Makón, a Váradi úton Fehér Kotkodából mérnek a rendőrök, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Jaj, gyerekek, valaki írja már meg, hogy milyen az új David Fincher film, meg milyen a Boyhood nevezetű film, amit én nem tudtam megnézni. Majd megnézed otthon, illetve az azért lesz jó, mert addigra, mire te hazaérsz, már egyiket se játszak a moziban. Nem baj, viszont jön Laci, a letöltések másik nagymestere, és kértem, hogy hozza ki ezeket nekem, amennyiben már fönn ezeket vannak. Ezeket is. Igen, ugye ez a Beneflek film, ez nagyon jónak ígérkezik, ez egy ilyen kapcsolatos, házasságos, házasságtörős, asszony megölős. No. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas, én ráadásul a Finchert szeretem. Meg van egy olyan film, Boyhood a neve, sráckor így fordították, ezt a Linklater csinálta, és 13 vagy 14 éven keresztül forgatta ezt a filmet úgy, hogy egy kisfiúról kezdett forgatni, amikor 5 éves volt. És ahogy nőtt a srác, minden évben beleforgatott a filme, és azt a kisfiút, akit te látsz a filmen, azt látod a vásznon fölnőni. De befolyásolták a kisfiúnak az életét, vagy csak egész egyszerűen nyomon követte a fejlődést? Van egy sztoria a filmnek, nyomon követi a fejlődést, de van egy történet a filmnek, nagyon megható, és ilyet még soha senki nem csinált, hogy 13 vagy 15 éven keresztül forgatták azt a filmet. Elkezdték, amikor a fiú 5-6 éves volt, nem tudom pontosan, és egészen a kamaszkoráig forgatták, és ugyanazt a srácot látod egyébként felnőni a vászton. Hihetetlen nagy az ötlet. És állítólag nagyon szép a film, egyébként tényleg jó filmeket csinál, és ezt szerettem volna megnézni, csak pont akkor jött be a moziba, amikor ott eljöttünk. És a stábnak mit mondott? Most 11 hónap, Szabi, egy év múlva találkozunk. Kettőkép erejéig, és aztán megint, hát ő igen, egyébként egy ilyen alacsony költségvetésű filmecske, de hogy maga az ötlet azért zseniális. Jó, nagyon, nem? Jó, nagyon jó. Nagyon, nagyon szívesen megnézem, ezt akartam. Sok, sok jó film van egyébként. Na, de mindegy is, gyerekek, hogy mi van a moziban, hiszen megérkezett Mr. Pulicka, egy nagyon helyes kis nagymama által kötött kis pulóverben, látjuk már a Skype kapcsolaton, egy csodálatos kis ingben, felvette a füles, csinos, mint mindig, mosolyog, a gyerekek ellenél. Ez nekünk pont elég. Így gyönyörű van. Vagy, Gábor. Megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázz!
kockázat. Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Hello! Jó reggelt, szervusztok! Örülök, hogy találkozunk újra. Látok benneteket. Mi is látunk, Gábor. Tavalyi karácsony ajándék a pulóver, ami rajtad van, vagy még gyerekkorodban. Nagyon szeretem. Egy ilyen, már csak egy ilyen kis rénszarvas hiányzik róla, hogy gyújtsunk be a kandallóba, és adjuk át a karácsonyi ajándékot. Egyébként azt hiszem tényleg van. Tavaly karácsonyi. Ráhibáztál. Igen. Nem zoknit nagyon, kaptam, nagyon, hanem nagyon pulcsit. Igen. Pulcsit, tipikus a színösszeállítás, minden tényleg jó. Nagyon jó. Mi a helyzet otthon? Hogy vagy? Szépen. Mi van veled? Képzeljétek el, hogy Pestlőrincről szólt a hetem, mert a nagykönyvtárban voltam előadni, és Balázs, az korábban azt hiszem mondtam is neked, hogy én Pestlőrincen nőttem föl. Ezt üzenem Janinak is, igen, hogy én a Havanna lakótelepen nőttem föl, ott töltöttem az életem első 20 esztendejét, úgyhogy elég sokan vagyunk így lőrinciek, tehát szerintem a Janit bátoríthatjuk. Figyelj, ha már Havanna lakótelep, áruld már el, hogy tényleg tartanak lovat a hetediken, meg vágnak diszkót, mert vannak ezek az urban legendek, ugye, és többek között ez is közte van. Igen, a disznóvágás, fölcipe, pörzsölés, és nem és volt a ilyen? A hetediken lótartás, hát ezek ilyen nagy történetek, akik budapestiek ismerik ezeket. Láttál ilyet? Nem, ilyet nem láttam. Nem láttam. Vannak érdekességek az erkélyen, tehát tartanak különböző dolgokat, de állattartás nem folyik. Én egyébként, ti zabot neveltetek? Tessék? Tehát zab ütetvények volt ilyen kis balkonládában? Hát, én, hogyha ilyen helyen laknék, én biztos, hogy stevia növényt tartanék, és búzafüvet termelnék az erkélyen. Egyébként van egy kedves család, egy kedves barátom, akik ezt teszik, és időnként azt vágják, és azt fogyasztják. Búzafüvet termelnek az erkélyen. Ilyen van. Nagyon jó, okos. Disznóvágásról nem jó, mert ez ember ilyeneket hall. Hát akkor már Havannai vagy onnan jöttél, vagy ott nőttél fel, akkor megkérdezem. Jó van, egyébként mi van otthon? Köszönöm szépen, elég hűvös, csapadékos az időjárás, hatalmas a forgalom, és hát igazából nagy változás nincs, és gondolunk azért őszinte tisztelettel rátok is. Hallom, hogy ott sincs különlegesen jó idő, ugye? Nincs. A fene vigyelj, hogy 40 fok van. Mi is. Kicsit azért jöttünk ide. Tudod, ez volt a terv, hogy amíg ott nálatok esik otthon, addig mi ülünk a 40 fokban. A múlt hét egyébként ilyen volt, ez a hét ez ilyen szötymörgős, 10 fokos, nem rossz, de nem is jó. És az igaz, hogy éjszaka nagyon lehűl? Hogy nagy a hőkülönbség? Éjszaka nagyon lehűl, hihetetlen hőkülönbségek vannak. Ha reggel kisüt a nap vagy napközben, akkor tud 30-35 fok is lenni. Ez egyébként meg semmit nem jelent, mert hogy közben éjszaka beesik a hőmérséklet, mi egy völgyben vagyunk, ott ilyen 8-10 fok, 12 fok tud éjszaka lenni, látszik a leheleted, és mindenki nagy kabátban járkál éjszaka. Hát úgyhogy ilyen 15-20 fokok simán ingadoznak egyébként, érdekes világ. Hát akkor jó témánál is leszünk. Igen, mit hoztál? Pont ezt akartam kérdezni, hogy egyrészt nagyon helyes vagy, hogy üzente Janinak, hogy mit tegyen, nagyon szerettem. Én ezt tegnap felolvastam egyébként, hogy mi az üzenet, hogy sárgarépát, mit sárgarépa püré? Sárgarépa püré pirítóson, ugye ez volt, krumplit mindenféleképpen egyen, mert az megfogja a kis hasikáját. Igen, a sárgarépa püré az azért fontos, mert szabályoz, se nem fog, se nem hajt. A krumpli ugye enyhén fog, a sárgarépa püré ezért a krumplival. Ez egy nagyon fontos tanács. A pirítós pedig azért kell, mert csak az termeltet olyan nyálat a Janinál, ami segít a bélflóra helyreállításban. Ugye most azt nyilván nem kívánhatom, hogy vásároljatok ilyen különböző probiotikus készítményeket, mert neki szerintem most az kéne. De hogyha a pirítóst fogyaszt, akkor a szájban egy olyan anyag képződik, ami táplálni fogja a bélrendszert. De ez csak a pirítós váltja ki? Ez csak a kétszer sültnél. Tehát amikor a régiek megsütötték a kenyeret mondjuk egy héten egyszer, és azt fogyasztották a többi napokon, akkor ők valamit tudtak. Ugye ez a szikkat, másnapos kenyér, csak ez rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy teljesen védi az epét, a hasnyálmirigyet, a bélrendszert, a friss kenyér, a fánk, a palacsinta agyon vág minket. De jó ez. A régiek tényleg okosak voltak, és amikor még ráadásul a tatár bifteket is rákenték a pirítós kenyérre, az már sok, ugye? Jól érzem, hogy túlmentem. Igen. Tehát sárgarépa püré, krumpli és pirítós, illetve kétszer sült. Ez a Atya indikációm Isten. Most. Én most egy picit másra gondolok, mármint, hogy más van a fejemben. Na, mivel készültél, Gábor? Mi a mai témánk? Két dologban lehetne beszélgetnünk. Az egyik az, hogy a mikrohullámú sütőről mi a véleményünk. Megosztanak a vélemények, erről szeretnék néhány dolgot elmondani. És ha lenne időnk, akkor egy új hírről
beszámolni, ami nem is annyira új, hogy tudnélik, aki a saját szobájában, ahol ugye alszik, a hálószobájában nem tart teljesen sötétet, tehát az agy világos jeleket is kap. Valami oknál fogva, mert nem húzta el a függönyt, nem engedte le a redőnyt, ugye a lámpafény beszüremlik a szobájába, vagy éppen tölti a telefonját, vagy a laptopját, vagy valami villogott mellette, akkor a melatonin termelése csökkenni fog, és ez nagyon komoly ártalmakhoz vezethet hosszú távon. Ez a két téma, amivel készültem, az a kérdés, hogy tudunk-e akkor ezekről? Jó, nézzük először a mikrót akkor, jó, mert tényleg az ember naponta olvas mikróval kapcsolatban megjelent cikkeket, és az ember nem tudja, hogy most higgyen annak, ami arról szól, hogy ártalmas, vagy hagyjuk ezt figyelmen kívül, és akkor a hírek után erről a kutatásról, amiről beszéltél, ezt is meghallgatnánk, mert érdekes, ez is tudom nagy vonalakban, hogy miről akarsz beszélni. Oké, mikró. Mit mond róla a szakma? Jó, nem jó, használjuk, ne használjuk. A szakma azt mondja, hogy a mikrohullámú sütő használható, de nézzétek meg, hogy igazán sok reklám nincs a mikrohullámú sütővel kapcsolatban. Vannak szkeptikusok. Ez milyen érdekes? Annak mert szerintem nem kell, azért háztartási gépet nem nagyon reklámozol. Hűtőgép reklám sincs, sütőreklám sincsen, szerintem annyira beépült már a háztartások, hogy talán ezért nincs reklám. De figyelünk, Gábor, ennek hogy más oka van is vele. Van. Néhány európai országban be is tiltották, hogy nem is reklámozhatják, hogyha akarnák, akkor sem. A lényeg az, hogy ugye általában sima gáztűzhelyen szoktunk légkörű nyomáson főzni, illetve a gázsütőnkben szoktunk sütni. Megjelentek a villanytűzhelyek, a villanysütők, villanyrezsók, és újabban az indukciós jellegű működési elven működő különböző gáztűzhelyek, illetve indukciós tűzhelyek, bocsánat, illetve és a mikrohullámú sütő. A mikrohullám abban különbözik, hogy szintén egy olyan változó mágneses teret hoz létre, ami az élelmiszerben a vízmolekulákat pörgetni kezdi, forgatni és urlódási hőt kelt. A problémánk az a mikróval, hogy hirtelen olyan extra magas hőt képes termelni az élelmiszerben, amit normál gáztűzhelyen nem tudsz létrehozni. Ezáltal idegen szerkezetek alakulhatnak ki, mondjuk egy 600 watt fölötti melegítés során extra magas hőfok, de nem mindenhol, az élelmiszer néhány pontján. Itt jönnek létre azok az idegen molekulák, esetleg allergének, esetleg rákkeltő anyagok, de erről még vitatkoznak, amik igen komoly problémákat okozhatnak. Nem tudom, ismeritek-e azt a kutatást, hogy macskákat csak mikrózott étre letettek, és mind elpusztult néhány héten belül, azt hiszem 3 vagy 4 hét alatt. Voltak ilyen kutatások, de lehet, hogy a csak főtétel okozta, nem biztos a mikrohullámú sütő. A lényeg az, hogy sok a szkeptikus, és idegen vegyületek képződhetnek benne, extra magas hőfok, gyökök, és a mikro ezzel rendelkezik, amit egy légkeveréses sütőben vagy gáztűzhelyen nem tudsz létrehozni. Az indukciósal sem tudsz ilyet létrehozni, mert az indukciós az nem az élelmiszert hevíti, hanem az edényzetet. Ugye a vas vagy acél lábost hevíti az indukciós sütő. Hát igazából legtöbbször, ha megnézitek, mi nem az élelmiszert hevítjük, hanem valami mást, ami átadja a hőt az élelmiszernek. Most a mikrohullámú sütő az az élelmiszert hevíti. Itt a probléma gyökere. Az csak akkor áll fönt, hogyha ténylegesen sütsz benne, vagy már a melegítésnél is. Tehát ha mondjuk te egy bögre kávét beteszel 20 másodpercre, akkor ugyanúgy ezek a gyökök kialakulnak benne? Nézzétek, én azt gondolom, hogy nem. Akik nagyon mikroellenesek, azok biztos most engem agyonvágnának, hogy hogy mondhatok ilyet, mert hát a hullámok, a rezgések, és nem tudom, mi benne marad az ételbe, fizikailag egy 300 watton működő mikrohullámú sütő enyhe forgásra kényszeríti a vízmolekulákat, egy langyosításra elegendő, itt viszont nem jön létre extra magas hőmérséklet az élelmiszer egyik pontján. Neked van mikród, Gábor? Régtől fogva van, csak nagyon poros. Akkor szerintem használom én is, oké. Okay. Jó, mindegy, csak ez volt a kérdés. Ha te használod, mi is használod? Használod egyébként? Vagy a tévé tetején van, és egy vázat tartasz rajta? Nem használom. Ezek kezemben állad azért. Ja. Gyakorlatilag a konyha egyik szegletében borzalmasan néz ki szegény, és gondolkodtunk, hogy kihagyítsuk, még ott van, úgyhogy nem. Mondjuk egy rakott krumplit nem könnyű megmelegíteni, de én sütőben melegítem, tehát nyilván nem gáztűzhelyen, hanem a légkeveréses vagy hőlégkeveréses sütőbe rakom. Mikrohullámú sütőbe igazából nem. És hogyha valaki mondjuk anyatejet melegítene mikróba, azt sem javasoljuk, nyilván pont emiatt, mert ugye elterjedt az, hogy kiveszik a mélyhűtőből az anyatejet, és akkor a babának majd ezt fogják adni. Vigyázzunk ezzel, mert itt ugye létrejöhetnek olyan új kötések. Ugye a szakmában oktatják, hogy minden
a természetben előforduló vegyület egy bizonyos forgással rendelkezik, ebben a fény síkját forgatja balra, ebben most én nem megyek bele, és a mikrohullámú sütőből kivéve létrejönnek olyan vegyületek, amelyek a fény síkját jobbra forgatják, magyarul egészen más hatásúak. Biztos láthatok ilyet, hogy L-aszkorbinsav. Ez van ráírva mondjuk egy, egy C-vitamin tablettára, hogy L-aszkorbinsav. Mi az az L? Hát az a balra forgató molekula, tehát nem a másik felé, és ez a szakmában egy rendkívül fontos dolog, amivel mi ugye átlagemberek nem törődünk, hogy az élet legapróbb törvényszerűségei működnek, és ez megváltozhat egy mikrohullámú főzés, melegítés során. Hát, mihez képest balra? Ezt én így most nem értem. A fény síkját. Ezt egyszer majd elhozom neked és megmutatom. A fény síkját forgatják. Jó. Bizonyos élelmiszerek mindig balra forgatják a fény síkját. És ezen az alapon működik számos műszer. Ez egy szaktudomány. Uh-huh. Szívesen beavatok benneteket. Te azt mondod, hogy tulajdonképpen 600 watt alatt lehetőleg keveset, és sokkal inkább mondjuk gáztűzhelyen vagy sütőben, tehát hogy a mikro használatát azt mondjuk mellőzzük, vagy csökkentsük. Ugye? Igen, mert azt az időt, amit megsporolunk egy mikrohullámú sütővel, azt végül is lehet, hogy hosszú távon elveszíthetjük. Szeretném hozzátenni, Balázs, hogy nem teljesen igazolt az egész kérdés. Az már igazolt, hogy képződhetnek extra vegyületek, amik allergiát okozhatnak, de mondjuk, hogy a mikrohullámú sütő mondjuk a rákbetegségekkel összefüggne, ezt egyértelműen nem igazolták, de úgy vélelmezzük, hogy ennek hátterén valószínű. Érdekes, amit mondasz, ugye, és hogy hányan használják az elmúlt 10-20 évben minden háztartásban ott van, úgy egyébként, hogy még nem is tudjuk, ugye, hogy 30-40 év múlva ennek milyen következményei lehetnek. Alternatív megoldást egyébként én tudok javasolni, csak egyelőre még viszonylag drága. Igen, nem a füstölés, Gábor, azért nem megyek mindig ellened. Tehát, hogy értem, hogy te engem nem nagyon kedvelsz, nincs is ezzel semmi baj. Feri, csak... tud valamit javasolni? Szalonna! Szalonna füstöléssel. Jó, füstölt szalonna. Tehát azért vannak olyan dolgok, amiben mi egyetértünk. Ez viszonylag kismetszés pontja van a dolognak, de vannak ilyen dolgok, hogy a gőzpároló az egy nagyon-nagyon jó megoldás. Ugyanezt tudja, mint a mikrohullámú sütő, csak nem ezzel a rendszerrel. Tehát, hogy zuhanyzás után vigyen be az ételt. Igen, köszönöm szépen. Szerintem hírezzünk és jöjjünk vissza a másik témáddal. Zuhanyozzatok, jó forró vízben, vigyétek be a krumplipürét, az meleg lesz. Nem, maga a technológia, ez egy létező, ráadásul ugyanakkor, amit a mikrohullámú, tehát be lehet építeni ugyanarra a helyre, és ez vízzel, vízpárával, forró vízpárával melegít. De tényleg jó. Azért a párról edényel vannak problémák, majd elmondom. Jó, de neked miben nincs problémád a kutyafáját? Jövünk mindjárt a hírek után, folytatjuk, és ugye egy érdekes kísérletet hozott a Gábor, mint egy tanulmány tulajdonképpen, ami arról szól, hogy a mesterséges fények, többek között például laptopok esetleg hízlalnak-e. Hát ezen a téren is végeztek kutatásokat egyébként. Nézd meg a Gyulát, négy laptopot szokott nézni egyszer. 20 órát laptopozik, hát meg is van az eredménye. Érdekes dolog, amiről Gábor mesél nekünk mindjárt, ezzel folytatjuk. 8:30 múlt, pontosan 4 perccel, 3-as ugrással lehet jelentkezni. Mi pedig jövünk Gáborral a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Maya ho, money show. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. Balázs, Feri, Johnny, Manny, Afrika. 3:49 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk veletek. Messze tőletek, de minden pillanatban és minden órában veletek és értetek. És itt van, ami Gáborunk is. Gábor, újra hello, jó reggelt. Jó reggelt, szervusztok. Ugye beszélgettünk a mikróról, szerintem érdekes dolgokat mondtál, nem ellenezted teljesen, de azt mondtad, hogyha lehet, csökkentsük a mikro mennyiségének használatát, vagy alacsony hőfokon 600 watt alatt használjuk. Nyilván, igen, hát nagyon messze menő kutatások nincsenek, még 10-20-30 éve használja az ember maximum, ki tudja, hogy milyen hatással van a szervezetre. Mondtad, hogy hoztál egy kutatást, amiről mondanál néhány mondatot, ez nem kapcsolódik ugye a mikrohoz, mégis nagyon érdekes, és a napokban olvastad, ugye? Igen, találtam egy cikket arról, hogy összefüggést keresnek a szakemberek, az elhízás, a hormonális problémák, és az éjszakai fények között. És úgy tűnik, hogy találnak is. Nyilván azt emelik ki, hogy aki éjszaka tölti a mobiltelefonját, ugye ott a fény gyakran nem alszik el, hanem szinte folyamatosan világít. Ezek a kis fények elegendőek ahhoz, hogy egy bizonyos éjszakai hormon
termelés csökkenjen, és erről szerintem a kedves hallgatók is már hallottak, ez a melatonin nevű anyag. Ennek van egy párja, ez a szerotonin, ami nappal dolgozik, ugye ez a boldogsághormon, és van egy éjszakai alváshormonunk, ez a melatonin. Ez kizárólag akkor képződik, a tobozmirigyben, az agyban a tobozmirigyben képződik, hogyha vaksötétben alszunk. Tehát ennek két feltétele van, az egyik az alvás, a másik pedig a sötét. Csak sötét fázisban indul meg. Ahogy reggel rávetül az első kis fény a szemhéjra, tehát becsukott szemről beszélek, már az agy kiadja a parancsot, csökkenti, és a szerotonin átalakulás, helyesebben a melatoninból a boldogsághormon szerotonin képződés indul meg. Ennek köszönhetjük, hogy fölébredünk, fölkelünk és jól vagyunk. Bizonyos élelmiszerek tartalmaznak ugye melatonint. Itt egy kis könyvecskét hoztam, ami nem is olyan kicsi. Amerikában egy alapmű. Korábban beszéltünk ugye a Kína tanulmányról. Hadd mutassak nektek egy másik könyvet. Amerikában ez a kisokos, vagy nagyokos, ez a Döntő bizonyíték című könyv. És alapítványunk ezt is lefordította és kiadta. Fantasztikus, ebből egy külön fejezet foglalkozik a melatoninnal. Máskülönben azoknak az embereknek, akik sokat utaznak repülőgépen, vagy időeltolódás miatt szenvednek, azoknak ajánlották korábban sokáig, sőt külföldön pláne a melatonin szedést ebben az időszakban, mert abszolút megszűnik az álmatlanság, és a szervezet hamar kiheveri ezt az időeltolódás miatti problémát. De ha jól értem, akkor nálatok nincs eltolódás lényegében, ugye? Tehát nem, ugyanaz, nincs, ugyanott vagyunk. Ugyanaz. Fogtok majd órát állítani, ugye október végén, és akkor egy óra lesz a különbség. Dél-Afrikában jó átok. Milyen étel termeli? Aha, milyen étel termeli a melatonint? Nem tudom, hogy újat mondok-e, a zab. A zab legmagasabb. Hát a zab mindenjére jó, gyerekek. Tehát itt a könyvben az első helyen áll a zab. Utána jön a barna rizs, utána a kukorica, gyömbér, paradicsom, banán és az árpa. Hogy ezeket például a téli hónapok alatt is érdemes azoknak enni, ugye jönnek a hosszú éjszakák, jönnek a sötét délutánok, a sokáig tartó sötét részek, vagy hát tulajdonképpen napszakok, ugye, amikor kevesebb fényt kapunk, vagy természetes fény. Tehát ha ezeknek a fogyasztását emeljük, akkor ezek az úgynevezett boldogsághormonok nagyobb mennyiségben termelődnek a szervezetben? Igen, igen. Illetve maga a melatonin, ugye abból lesz majd nappal a boldogsághormon. Emlékeztek, hogy van ez a cukros tej kérdés, hogy este mézes tejet adni a gyereknek, ugye a tejben rengeteg a triptofán, és a triptofáni szerepet játszik a melatonin képzésben, csak az a baj, hogy a tehén tej az bealszik a gyomorban, és gátolja a mélyalvási fázist, azért sajnos ez a cukros mézes tej kérdés ez nem annyira vált be. Aztán vannak olyan tényezők, amelyek csökkentik az éjszakai melatonin termelést. Esti húsfogyasztás, stressz, koffeintartalmú, alkoholtartalmú italok esti fogyasztása. Szerintem most van az a pont, amikor Feri csúnyán fog rám nézni, de ugye amikor javasolják... Tudod, mire gondolok ilyenkor? Hogy szépen megszoktam enni egy jó pörköltet, leüntjük egy fröccsel a haverokkal, és olyan szépen alszunk reggelig, mint a bunda. A bunda. És cukrozott tejet soha nem iszunk például. Tehát veled vagyunk, Gábor, nem iszunk cukrozott tejet. Az a helyzet, hogy milyen alszol, mert az idegrendszer miatt, de melatonin termelésed éjfél körüli fázisban nincs. Legkorábban, hogyha ilyen vacsorát fogyasztasz, hajnali 1-2 órától, tehát minimális melatonin termelésed van. Azt szokta javasolni a szakember, ebben a könyvben is azt javasolják, hogy hagyjuk ki a vacsorát, vagy könnyű zöldséglével, párolt zöldséggel fejezzük be a napot. Ilyenkor a melatonin termelés extra magas lesz. Például, aki nagyon fáradtan ér haza, és érzi, hogy nincs sok boldogsághormonja, tehát nem az volna a megoldás, hogy jól bevacsorázunk, hanem az ellenkezője, mert akkor a szervezet nem emészteni fog, hanem beindítja az éjszakai sötét fázist. Tök jó. Tehát volt egy szarnapod, még ne is egyél a végén. Értem. De tulajdonképpen értelek. De ehetsz könnyű zöldséget pirítóssal. Meg zabot. Pici sörélesztőpehét azért javasolok este, mert B6 vitamin van benne, és nagyon magas ugye a B1-B6 tartalma, ami megint szerepet játszik. Nyilván tudom, hogy ez irreális, amiket mondok, mert ugye este az emberek szeretnek jókat enni, de nézzetek, a szakma, tehát itt a szakkönyvek egytől egyig azt írják, hogy
az esti stresszek, traumák, például valaki megnéz egy krimit, utána tuti, hogy 2 órán belül nincs melatonin termelése. Utána iszik valami alkoholosat, eszik valami füstöltet, és vége, blokkol. És nem csoda, hogy Magyarországot alapvetően egy depressziós, deprimált népnek tartják, nem biztos, hogy nyilván mindannyian, tehát van kivétel, de azért itt vannak összefüggések. Érdekes, amiket mondasz egyébként, csak hát működnek az emberben reflexek, hogy például, ha rossz kedvű vagy, enni jó, nem? Vagy nasolni. Az boldogságot. De én is szeretek boldogságot. Aztán nyilván... Hát... Nem, igen. Te fogyasztasz, Gábor, azért bocsánat, tehát ezt hadd jegyezzem meg, te mindig fogyasztasz. Én eszem, te fogyasztasz. Igen, azért nálatok mi a Ferivel egy grillparti rohadt magányosak lennénk. Biztos, hogy itt elindul élni karagosan. Valamit, vegyél már valamit elő a csomagtartóból, mert ezek olyan fura dolgokat tesznek, te a pirítok köresre, menem hozzá már egy szál lángolt kolbát. Nem, mert a padlizsán és a kápia paprika ott van. Nagyon jó. Hedonista. Hihetetlen, amit csinálsz. Közben nyilván baromi jó, csak az ember zöld fűszerrel. Egója, meg egyáltalán, szóval, hogy minden, amit kívánunk, az sokszor azért szembe megy ezzel, amit közben valójában a testünk kíván. Persze. Tudom, némi kis paprika zöld fűszerrel és párolt némi kis pirított Balázs viszont... pandizsán, hát a hajunkat eldobnánk. Ha szabad említenem, mondjam, ugye mindig a rengeteg levelet kapok, hogy a kedves hallgatók hiányolják, hogy hol van, nem tudom, rendezvény, főző, tanfolyam, nem tudom mi. És az alapítványunk részt vesz ugye a rendezvény szervezésben non-profit jelleggel természetesen, és ha esetleg valaki, ha szabad, kaptam engedélyt, hogy ezt bemondhassam, hogy vasárnap, most vasárnap, 19-én a Kőbányai Kulturális Központban lesz egy hatalmas egészségnapunk, és ha hiszitek, hanem zöld turmix és nyers ételes fesztiválra egybekötve. Ez egy rettentő nagy alkalom, minden évben egy vagy két ilyet tartunk, én magam is egész nap ott leszek kollégáimmal, szó lesz az agyműködésről, én a néma allergiákról, gluténkérdésről fogok beszélni, és számos komoly szakember eljön, és rengeteg ételbemutató ételkóstoló lesz, úgyhogy aki szeretne jó ízeket növény alapanyagból kóstolni, azt szeretettel várjuk vasárnap a Kőbányai Kulturális Központban. Ez tök jó. Figyelj, Gábor, az esti szex az segít például? Se főborít minden. Ne. Lehet ilyet csinálni, vagy sátántól ered? Nem, van összefüggés. A melatonin termelést segíti az ilyen. Ilyesmi. Aha. Tehát nem vacsorázol és szexelsz, akkor alszol reggelig, mint a bunda, és másnap boldog leszel. Igen. Na de ugye a szexuális élet az a... Jaj, de szeretlek. Igen. Mondjad. Szexuális élet az egyéb hormonokat is termelte, tehát az túl a melatonin kérdésen alapvetően részt vesz más működésekben is. Egy nyugtató stresszoldó hatása van az egészséges szexuális életnek, tehát nyilván ez nem tabu téma. De azért egy jó banános vacsora, vagy egy jó görög saláta sem akármi. Hát nem érzem felcserélhetőnek a kettőt, a banános vacsorát a szexel, de értünk. Nyilván nem alternatívaként mondtam, csak visszatérve a témámhoz. Jó, meg örülök. De fontos, amiket mondasz, persze, mert hát az ember próbálja ezt megfogadni, csak közben olyan nehéz. Tehát amikor egy este 10-kor hazajössz, és így betérdelsz a hűtő elé, és még valami impulzusra vágysz, legkevésbé egy pirított, vagy nem tudom, párolt sárgarépa pürét ennél. Szóval, hogy igen, csak sok. Nézzétek, így működik, ott van ez a csokoládé kérdés, ugye a csokoládéban például 40-45% a cukor, a tömegcsokiban pedig 55-60% a hozzáadott porcukor. Na most az a baj, hogy sokan a csokit azért eszik, ugye, mert hogy szerotonin emelő, meg segíteni fogja, nem tudom, a boldogságérzést és az alvást. Az a baj, hogy le fog esni a vércukorszintünk rettentően, ugye a sok cukor miatt, az inzulin reakció miatt, és végül nem, hogy jobban érezzük magunkat, hanem csökkenni fog a szerotonin és később melatonin termelés. Esti csokoládé fogyasztás hatására végül éjszaka le fog csökkenni a melatonin termelés. Ezért mondom, hogy inkább a lassú vércukorszint emelőket. Néhány szem dió. Nem véletlenül mondtam múltkor a mézes süldiót. Fantasztikus volt. És egyébként érezhető omega-3, kalcium, B6 vitamin. Ez például este néhány személyen mézes süldió, vagy csak sima dió segíti az alvást. Nem kell sokat. Nézd, azért én tökre értem, amit mondasz meg. Tudod, hogy a legnagyobb támogatód vagyok, de mondjuk este 8-kor hazamegy egy forgatás, és a Viki letenne elém 3 szem diót, valószínű, hogy átgázolnék az ablakon, és elfutnék, és kifutnék a kerületből. Tehát eleve Balázs... éhesem. Például lefeküdni baromi nehéz. Nem tudok elaludni. Ingerült vagyok, forgolódom.
Ha a dió mellé tesz egy brokkoli pörköltet barna rizssel, azért az nem semmi. Akkor elválok. Hogy a fenébe? Akkor tudod, mi csak elválok. Akkor itt a vége mindennek. Akkor azon nagyon édes, hogy ezzel a pirított dióval, nem tudom, hol írjam alá. Igen, és a gyereked nagy szemekkel ránéz, apa, veled mehetek. Nagyon jó, igen, de most alá akarom írni a vállalok, nem vagyok hajlandó éhesen. De akkor mit adjunk mellé? Akkor ti mit tennétek vacsorára? Én egyébként fura módon közben hűlök, mert hogy én azért nem hízom többek között, és mindenki kérdezi, hogy miért nem, én hat után például egyáltalán nem eszem, mert nem is vagyok nagyon éhes. Csak tudom, hogy az átlagember úgy működik sajnos, ami nyilván nem jó, hogy egész nap nem eszel, hazaérkezel éhesen, és akkor próbálod bepótolni az elveszett kalóriákat, betérdel az ember a hűtő elé, nem hogy éhesen fekszik le, hanem hülyére zabálja magát, ami tökéletesen igazad van, hogy nem jó. Csak közben mondjuk, ha az ember este éhes és kicsit visszafogni és éhesen lefeküdni, vagy kevés kajával nehezebb. És szerintem. Nem ez jut az eszébe, hogy nem répapüré. De közben nagyon jó, amit mondasz, csak nyilván ezrek akarnak. Az a baj, hogy ha este nagyon éhes vagy, akkor valamit elrontottál napközben. Tehát azt meg lehet szokni. Nagyon sokan naponta kétszer-háromszor esznek, és nem éreznek éhségérzetet este. Egyébként egy pohár víz teljesen elmulasztja, mert az esti éhséget egy kevés gyomorsav okozza a gyomorban, azt egy pohár víz teljesen kiviszi onnan, és megszűnik. Éjszaka fekszünk, tehát nincs szükségünk 500-600 meg 1000 kalóriára éjszakára, az mind lerakódik. Viszont, és ugyanakkor még a melatoninunk sem termelik, tehát minden szempontból veszítünk. Viszont egy jót reggelizünk. Langyos víz lehet, Gábor? Langyos víz lehet? Vagy hideg? Hát lehet, sőt. Tehát extrázhatok-e? A nem túl hideg víz a szerencsésebb, igen. Mindenképpen. Ugye, de zöldséglés. Úgy indítják a reggelt, hogy amit én sokszor csinálok, hogy egy pohár meleg víz. Figyelj, nem hiszed el, hogy mennyire jó. Én azzal bolondítom meg, hogy pici citrom bele, ettől már olyan ízem, mint a tejnek, egy pohár forró víz citrommal. Nem kell bele se cukor. Forró. Hát úgy, hogy meg tud inni, nyilván nem úgy, hogy leforrázott. És mit csinál? És akkor jól képzeld vagy? Képzeld el, nem vagy jól. Nagyon fura elsőre, mert ugye a magyar ember valamit beletesz, cukrot, teafiltert, valami. Ha megszokott, hogy forró vizet iszol citrommal, és most kicsit én is akkor felkerülök a keresztre Gábor mellé. Egyszerűen egy hét után elkezdett kívánni, próbált ki olyan, mint a zab. Először baromi fura lesz, olyan szinten jót tesz a gyomornak és indítja be a bélműködését, amit nem gondolnál. Ugye reggel is az ember mondjuk sokszor mint hideget iszik, vagy nem iszik egyáltalán, egy pohár forró víz citrommal. Olyan, mint a teát innál, döbbenetesen egészséges. Jól mondom, Gábor? Igen, ez így van. Nem így csak van. A smukkandor az UFO. Nem csak de ő gyerekek. Nem iszom nyersen, tehát tegyél bele egy kicsi citromot. Onnantól kezdve citromos vizet ízol, csak forrón iszod, és döbbenetes hatása. Egyébként ennek a melatoninnak van életidőt növelő hatása, tehát állatoknak adtak injekcióstűvel melatonin, és minden esetben nőtt az életidejük. És ezzel igazolják emlősöknél, embernél is, hogy a melatonin termeléssel összefügg az életidő, az életminőség mentálisan, lelkileg, fizikailag, és aki többet alszik, az végül is hosszabb ideig fog élni. Éjfél körüli alvásról beszélek, és ha lehet, akkor nem tele hassal. Na jó, mit reggeliztél, Gáborom? Hát én ezt, amit le is fotóztatok itt a stúdióban, azt hiszem rá is kerül majd az internetre. Hát én most de most könnyű... tényleg akkor hozol ételt, amikor mi nem vagyunk ott? Igen, ugye hallottam a rádióban, hogy itt hát valamelyik reggel a Kassa TV hozott ilyen komoly füstölt dolgokat, és úgy gondoltam, hogy nem szabad elmaradnom, és hoztam egy kis kókusztejben főtt zakását. Ez egy kis fahéjjal. De szeretlek, most megint úgy megölelnélek. Kis fahéjjal. Igen. Viszont... aszalt ananászt tettem rá, és ahogy látjátok, egy kis vadcseresznyét is miattatok. Ez fantasztikus, ezt egyszer meg kéne kóstoljátok ezt a vadcseresznyét, aszalt vadcseresznye, fantasztikus íze van. Esetleg nem, most nem tudom. Ez oda tartja a kamerája. Jaj, de aranyos. A kamera fölül van, Gábor, csak mondom. Fönt. Oda tartott a klaviatúrához a kamerát, hogy semmit nem látunk belőle, nem fönt, és ránézett a mennyezetre. De szeretlek, Gábor. Hol a laptopon fönt. Tehát a laptopon fönt, nem a mennyezetem, hanem a laptopon. Igen? A lényeg, jó. De kicsit emeld meg. Emeld meg egy kicsit, Gábor, és akkor látjuk. Azaz! De szép étel. Nagyon jó vagy. Igen. És neked van otthon számítógéped? Igen, van. Tehát aszalt vadcseresznye, kérlek szépen, egy kis banán, karikák, narancs, mindenképpen szeretlek. Hoztam hozzá narancsot, tehát így, és fahéjas kókusztejben főtt a zab, és puffasztott amaránt van lényegében rajta, így lehet ezt elképzelni. Igyekeztem úgy elhelyezni, hogy a színterápiát is alkalmazzam számotokra, így most szerintem jól fog látszani. De szép. És igyekeztem így, tehát a formákkal is, a színekkel is úgy megoldani, hogy ez számatokra is akár boldogsághormon szint emelő lehessen. Nagyon, de kicsit nagy a kontraszt Tibi hozott kajájához képest, de a kettő között van. Igen, ez más. Az igazság félúton. De itt is vannak színek. Mindenki megtalálja. Igen.
Igen. Gáborom, egy hét múlva drága vagy, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Nagyon köszönöm, nektek is jó egészséget. Egy hét múlva olyan drága lesz a Gábor, hogy nem lesz itt velünk. Nem leszel egy 23-a csütörtök. Jaj, gyerekek, hát hol ünneplünk. Jövő héten 23-a van, így van. Igen. Úgyhogy akkor 2 darab hét múlva találkozunk újra. Ferivel már otthon, mi még jó sokáig itt. Jó, vigyázz rendben. Magadra. Köszönöm szépen, szervusztok, minden jó. Köszönjük szépen, Gábor. Szia, Gábor. Szia. Hello. Köszönjük szépen. Hármasugrás, játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Szia, Bali, Feri. Hello. Bocsánat. Hello, Roli, honnan hívsz minket? Éppen Ódról megyek hazafele, Miskolc fele. Miért haza? Utárként dolgozok. Jó. És lejárt a műszak vége? Nem, még van még. Csak Ódrom ott a vég, és még most még visszafele is. Még azért van egy-két dolog nálam. Na jól van. Mehetünk? Hogyne, persze. Így szól az első kérdés, dedikált nyakbaakasztóért. Mikor landol Feri gépe Budapesten? Húzzatok! A kairói járat, amikor is, hát komoly reptéri kivizsgálásra számíthat. Melyik napon? A vasárnapot mondasz, adok egy nagy ajándékcsomagot. Mit mondtál? Mi a jó válasz? Szombat! Szombaton! Így van! Tisztelt navos barátaim! Tényleg, ezt beleraktátok a hármas ugrásba! Te áruló! Szombaton érkezik majd az a gép Kairóból. Csak mondom, Viki, hogy velem jössz, és majd mondani fogom, hogy ő viszi a nagyját! Átnézném a csomagot, tisztelt nav, átnézném, és felkészülnék testüreg motozásra, és mehetünk tovább? Hogyne, persze. Nehéz a második kérdés. Nagyon nehéz. De így nagyon szól, nehéz. Mondom neked, dedikált egér alátétért. Így van. Na. Melyik a föld legnagyobb sivataga? Ő. Hát igen. Legnagyobb sivatag. Nem könnyű. Ez nem. Szahara. Afrikában van. Oh, az. A Szahara, így van. Jó vagy. Ügyes vagy, komolyan mondom. Jól van, menjünk tovább, vagy megállsz és elviszed a fixet? Hát, milyen jellegű témakör? Bulvár jellegű kérdés. Kiben lakik, UFO az alábbiak közül. UFO. De meg is állhatsz, és elviheted, ami megvan. Ez is egy jó döntés lehet. Menjünk, nézzük meg. Menjünk. Így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Melyik városban nősült meg idén, szeptember 27-én George Clooney? Hát ez egyébként könnyebb, mint a második. Velence? Azaz! Így van. Ki volt, aki segített? A barátnő itt a kocsiba. Jó, látom, hogy azért... Hello, puszi, forgatja a bulvár újságokat. Így van, George Clooney Velencében nősült, és aztán ugye tartottak egy kis szertartást Amerikában is. Oké, megvan a dedikált ajándékcsomag. Ügyes voltál, Oli, küldjük neked, jó? Ciao, sziasztok! Hello, átadjuk! Drága vagy, ma már jön. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt pontosan, 2 perccel jönnek a hírek Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csapfered habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad, valami felrász magához húz, lehetsz már korának vagy egy hián húz. Jani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9 óra múlt 17 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri! Hello! Mindenkinek itt vagyunk, és János is csatlakozik hozzánk, ezt mondtuk ugyan tegnap is, de ma, ha nem adják ki, megszöktetjük. Kihozzuk a héttoronyból, éneklünk neki az ablak alatt. Kiszabadítjuk. És kiszabadítjuk, mint Willit, úgyhogy
Ma 10 óra után megindul a Szabadics kiállít kommandó, tereld el az orosz figyelmét. Gyula lesz az elterelő, igen, jó, mert őt meglátják, azonnal ott egy, igen, nagy pánik lesz, hogy nem tudjuk élelmezni, amíg bent van. Húzd zsákot az orvos fejére, csempészd ki a kicsit, fogd a kicsit, kap föl hátizsáknak, vidd ki az ablakon. Tehát ma elindulunk, és 10 órakor 6-ig haszakad, kihúzzuk. Az is, hogy én bemegyek bőröndel, beteszem a Janit, és kisétálok vele, nem? Akkor nem kell az egész, akkor az egyszerűbb. Vagy van az, hogy a Gyula elterel, a Zsül hátulról kámzsával elvakítja a felügyelőbizottságot, mi pedig kihozzuk. Jó, tehát valamit több muszáj term csinálni. Is van. Nem akarják visszaadni a kicsit. Elvették. Megszerették. A kicsit nem adják vissza. Nem jó ez. Nem, valamit csinálunk kell. Valamit csinálunk kell. Ígérgetik. De ráraboltak a kicsire, elvitték. Úgyhogy ki kell szabadítanunk. Még elemzés, még megfigyelés, még ránézünk, még egy kicsit tutujgatjuk. Felszerelkezünk fegyverrel, mindenféle macsetával, bozotvágóval, és megrohamozzuk a Nelspréti kórházat. A kórház kabala figurának akarja, szerintem tuti. Mindenkit lekaszabolunk, üvöltözünk, berolnunk, és mondják, hogy uraim, egy órával ezelőtt már hazaszállítod. Hagyják vissza! Nekem ne hazudják ezt! Igen, kérlek szépen, voltam bent ugye nála tegnap, az E1-es szobában fekszik. Hát királyként éli minden napjait, egyébként teszem hozzá. De ma betörünk. Már megfigyeltem a hátsó kijáratokat, az ablakokat, a pálmafákon keresztül való átmászásos távozást. Mindent feltérképeztem tegnap, magamra tetováltattam a kórház alaprajzát, úgyhogy ha ma nem adják a kicsit, bemegyünk érte. Két fekete csíkot húzunk a szemünk alá. Olyanok leszünk, mint Schwarzenegger a kommandóba, amikor elrabolták a lányát, hogy most elindulunk, összerakjuk egy gumicsónakból, kiveszünk a fegyvereket, elindulunk. És most üzenj az Editnek, hogy a lepedőből kezdjék el fonni a hágcsót, amivel leereszkedhetünk az első emeletről. Vagy nem is, az E1 a földszinten van. Várjuk meg az orvos? Nem várjuk meg, mi nem várunk már senkire. Én is beszéltem a Janival tegnap, a Balázs is, jól van, adják vissza. Igen, kész, egyszerűen el kell rabolnunk. Na, hát igen, a kórházi állapotokról sokat beszéltünk, hogy az valami elképesztő. Tényleg, az valami elképesztő, ugye reggel beszéltünk. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy mi valaha leszünk-e ilyen szinten. Ugye beszélgetünk arról, hogy a MÁV mikor lesz olyan szinten, mint a japán vasút. Hát ez is érdekes lehetne egyszer, nem? Hogy a magyar egészségügy nyilván majd, ha valahogy átlép ez egy ilyen magánszektor jellegű dologba, akkor talán ez a dolog működhet. De mi volt a MÁV-nál a jóslat? 2200? A MÁV-nál az volt, hogy 2200-ra. Tehát 1840 óta annyi gyorsult, hogy ezzel a gyorsulási fejlődési tempóval 2200-ra lesz majd olyan, mint például a japán vasút. Ez ugyanez áll az egészségügyben is szerintem. 2200-ra meg leszünk ezzel is. Igen. Pedig jó lenne, nem? Hát jó, igen. Más így bemenni még betegnek is, hogy nyugi van, tudod, hogy vigyáznak rá. Jó, mondjuk nyilván otthon is mindent megtesznek. A dolgozók itt inkább a külső körülmények vannak, amik itt annyira elütőek voltak a miénktől. Tehát az egyágyas szoba, az elektromosan állítható ágy, a színes tévé, a széf a szobában mindenkinek saját, rendes külön WC, fürdőszoba, a négyféle menü csak a vegetáriánus kosztból, tehát az egyébként a húsosból, akkor gondolom még van legalább 6, úgyhogy ez nagy különbség. Igen, tényleg, nagyon érdekes világ. Na nézzük a közlekedési híreket, hogy mik történnek az utakon. Azt mondja, hogy Tiszaújváros felüljáró után a Polgár felé haladókat mérik egy kék Suzuki-ból, ami az út, ezt elvesztettem az SMS-t, az út szélén pihen, mintha lerobbant volna, puszi Niki. Aztán Székesfehérváron az új Csóri úton a gumiszerviznél, a 8-ason pedig az Inatónál rendőrautóból mérnek. Gigi küldte nekünk Inatónál, igen. Megfejtettem közben, ékezetek nélkül jöttek, összetettem. Soroksári út elesett, a Kén utcától a rakpart irányába, aki tud, kerüljön, ezt Gábor küldte nekünk. M1-es 116-os kilométernél a belső sávban keresztben áll egy autó, illetve pontosabban egy kamion, és elég nagy a torlódás. Ott is Vili üzeni, hogy mindenki vigyázzon magára. Aztán hallottad, Feri, a hétvégén a felhőségből előbújhat a NAV? Tudom is, vigyázzak a púzómra, mert teljes átvizsgálás szombaton, lesz. Szombaton már hallottam, vadásznak rád a zöld folyosón, úgyhogy ez vidám lesz. Évek óta hallgatlak titeket, én eddig azt hittem, hogy a morning show az morning show, de a Pákó valami móni show-t emleget. Igen, nem akarok egy olyan világban élni, ahol móni show megy. Puszi, vigyázzatok magatokra, Janinak jobbulást, írja Bea.
Na mi van? Van egy kis izgatottság, hogy te holnap hazamész? Á, inkább ilyen... Szomorúság? Szomorú vagyok, mert az utolsó hetünk az most már nagyon unalmas abból a szempontból, hogy nem tudunk nagyon hova menni, mert rossz az idő, tehát hogy így nem akarsz kirándulgatni nagyon, és akkor az elmúlt 2-3 napot azt hol a kórházba, hol itt töltöttük, úgyhogy ebből a szempontból rossz, hogy még én éreztem, hogy lett volna ebben a Dél-Afrikában valami. Tehát ha most tudnánk áttetetni repülőjegyet, akkor lehet, hogy belemennék. Gyerekek, szívesen átbukoltatom nektek. Ha otthon le tudod dílelni, beígért munkáidat el tudod halasztani. Nem, sajnos azt nem. A kolbász, Csabai Kolbász Fesztivál vár engem, az meg nélkülem nincsen, majd Gábornak hozok valami szuvenírt. Küld el a Gábort oda. De jó lenne. Sziasztok. Ott általában ne, így, igen, 40 ezer ember van, mert nagyon sok helyszínen zajlik, illetve egy a helyszín, de nagyon sok sátor. A legnagyobb sátorba oda beféreztem 15 ezer ember. Képzeld el fölmenni a Gábor. Sziasztok. Sziasztok. Gábor egy Csabai Kolbász Fesztiválon legalább annyira magányos lenne, mint mondjuk én egy TV2-s roadshow, nem? Körülbelül. Ugye? Tehát, hogy rohadtul nem szólna hozzá senki, tudod? Ha-ho, sziasztok. Ne egyetek füstölt kolbászzabot. Igen, na, ugyanez történne velem is egy TV2-s roadshow, hogy nem nagyon lennének barátaim. Hát Gábor hasonlóan magányosnak érezni magát egy Csabai Kolbász Fesztiválon. Illetve valószínűleg látna olyan dolgokat, ami azért őt is meglepné. Mondjuk teljesen elmentes. Tehát a Csabai Kolbász Fesztivál tök elmentes. Nincs benne semmiféle tartósítószer. Az összes kaja és az összes pia is olyan. Csak hát ez Gábornál valószínűleg kivenni a biztosítékot, mert ahogy a kapun belépsz, azonnal belé töltenek valamit. Így kezdődne, ő már ott megzavarodna, és utána pedig a gyönyörű füstölt áruk között átvonulna, és ott nem lehet fogyasztani, ott enni kell. Ott megtömnék. Ott meg. Szegény. Elkapnák, kifezítenik a száját, és megtömnék, igen. Ott nem tudna. Hoztam egy kis zöldségkolbászt. Hoztam egy kis puliszkát. Na, találtam egy érdekes dolgot, és én ezt nem tudtam, és rájöttem, hogy évek óta gyerekek, én megszegem a törvény. De nem több a ponton is. Több ponton is. Akarom mondani. Igen, sok ponton is. De hogy komolyan mondom, tehát most már azt is megmondják az embernek, hogy azokat a nyomorúságos leveleket, amiket összeszed, azokat milyen napszakban, időszakban égetheti el, ezt te tudtad? Semmilyenben nem, én úgy tudom, hogy semmilyen időszakban nem lehet égetni a kertben, de akkor lehet, hogy nekem rossz az információ. Azt mondom, hogy az nálunk faluhelyen nagyon sokáig volt egy ilyen népi játék, hogy vártad, hogy jó szél legyen. Mert ugye előtted szomszéd, mögötted szomszéd, két oldalt szomszéd, tehát vagy az utca másik oldala, vagy a telek hátulja, vagy jobbra-balra, és megvártad, hogy akkor égeted a levelet, amikor afelé fújja, akit a legjobban utálsz. Így van, megnyaltad az ujjad, föltartottad, az láttad, hogy honnan fújja. Anyuka, ma nem, majd éget, holnap. Majd holnap égetünk. És oda pörköltél, és minden, és az igazi profik, azok benzines rongyot dobtak bele az avar közepébe, mert egyrészt ugye a nedves avar is jobban éget, másrészt meg embertelen fekete füst ment át a szomszédba. Én értem ezeket a szabályozásokat, de szerintem aki társasházban, családi házban lakik, vagy csak egyszerűen van szomszédja, tehát van az avar égetés és a kerti hulladék elégetésénél fontosabb dolog, nyilván a város területére azért is jellemzőben nem akar senki ugye mondjuk füstmérgezésben meghalni, de hány olyan ennél fontosabb dolog van, amit meg kéne tiltani a saját szomszédodnak, vagy milyen jó lenne, ha te megtilthatnád a saját szomszédodnak, hogy ebben az időintervallumban mondjuk ne csinálja. Mert hogy november, október 15 és november 30-a között lehet csak a avart égetni. Akkor lehet. Akkor lehet, egyébként az egész évben nem tilos, de például november 30-a után, ha neked úgy dönt a diófád, vagy a bükkfád, vagy benne, hogy még nem dobja le a levelét, vagy később dobja le, akkor te azt már nem égetheted el. Tudod, te mekkora bajban vagy? Én állandóan füstölök. Hát de ráadásul most te itt vagy november végéig. Én hazamegyek, akkor a tüzet rakok. De már nem rakhatsz, mert 30-a után nem tudsz tüzelni. Megrakjuk. Nálunk van egy ilyen kiszúr ki a szomszéddal jobban játék egyébként. Amikor oda költöztünk, akkor a mellettünk található nénike úgy gondolta, hogy ő beköszön nekünk, és nem tetszettek egy-két dolog, ami viselkedésünkkel kapcsolatban, többek között, hogy az ő oldali lámpája, az a mi szobánkban sokat égett, és az ő házára nézett, és ezért egy kis fényvet ült az én házikójára. Hát illetve, nem tudott, nem képződött a melatonin, vagy micsoda. Nem képződött, ugye? A melatonin, illetve nálunk van egy olyan talán diófa, ami kicsit átlóg az ő kertjébe is. Következőképpen oldotta ezt meg figyelmeztető jelleggel, ha már új szomszédok vannak, a mihez tartást véget, hogy tudjuk, hogy azért itt regula van, és ő megmutatja, hogy mi az a regula, hogy ami az ő kertjébe esett, azt szépen összegyűjtötte, nagyon akkurátusan egyébként, összesöpörgetik, tényleg tisztán tartják a kertjüket, összecsöpörtek egy nagy halom levelet,
kijött az utcára, áthozta a mi oldalunkra, ne. Rakott egy rohadt nagy tüzet az utcán. És előtted égett el? Előttem tulajdonképpen ilyen hát felhívó jelleggel, figyelmeztető jelleggel elégette a leveleket, és ott hagyott egy ilyen termeszvárhoz hasonlító, fekete, koromból álló kis dombocskát. Igazi beteg. Amiben nyilván a Benny azonnal belegázolt nekik, és ő ezt nagyon élvezte. De akkor éreztem, hogy hadüzenet. És mi volt a válaszlépés? Azt nem merem elmondani. De... Oh, jó, ne, ne. Rendeltem 4 toj-toj WC-t az ablak alá. Nem. És ekkor éreztem, hogy nem biztos, hogy a szomszédi viszonyunk az felhőtlen lesz. Azóta egyébként rendeződött velük a viszony, és nagyon helyes kis átmentél család. Átmentél a puskával. Átmentél a puskával, 3-szor a levegővel lőttem. Nem. Megbeszéltük, hogy azért ezt tekintsük egy kicsit úgy, hogy amelyik átlóg, azt tekintsük saját levélnek. Aha. Tehát ne legyünk talán ennyire szigorúak. De egyébként a nénike is törvényszegést követett el, mert hogy ő ezt november 30-án után gyújtotta föl, hogy mi ennek az oka, hogy sokan ne füstöljenek, mert akkor füstmérgezést kapsz? De ennek csak ez lehet az oka, de jó, de hogy nem engedik meg, de hát akkor, ha sokan füstölnek november előtt... Igen, de tehát egész érted? Novemberben füstölhetsz, akkor oké, okay, és decemberben okay. Ember a Szent Karácsony tönkre teszi, vagy mit? Novemberben, november végétől te már nem égetheted, illetve február 15 és április 30-a között égethetsz megint. Aha. Tehát ha te november 30-án szépen összegerebézed a lombot, nem égetheted el, mert megbüntethetnek 50 000 forintra. Tehát jó, mindenki tudja. Bocsát, van füstellenőrző bizottság? Vagy a szomszéd bemószerol az önkormányzatnál? Erről, hogy te égettél, akkor téged elvileg egyébként megbüntethetnek 50 000 forintra, mert november 30-a után te nem égetheted el az összegyűjtött leveleidet. Nem érzem meg én, hogy ez viszonylag hülye szabályzás, mert ugyanannyian fognak égetni a két időszakban, mint hogyha egyébként egész évben lehetne, mert neked nem lesz több leveled, csak megvárod, amíg összegyűlik, megvárod az október végét, vagy a november közepét, és akkor égetni fogsz. Eddig az volt, hogy egész évben bármikor szépen lassan elégethetted, tehát eloszlott egy évre a füstmennyiség, most kétszer másfél hónapban oda ütünk neki, és akkor hadd szóljon. Nagyon, nagyon érdekes szabályozások. Ezek nyilván megvan az oka, de hogy annyi mindent lehetne egyébként szabályozni, hogy hány olyan szomszéd van, vagy hány olyan szomszédod lehet, akinél engednek közben olyan dolgokat, amik egyszerűen csak úgy beleférnek mondjuk a csendháborítás kategóriába, vagy éppen kicsit, mit tudom, kilóg belőlük, de nem büntetik. Hát 5-8 olyan dolgot tudsz mondani, amit sokkal inkább szankcionálnál, ha megtehetnéd. Békés Csabán laktam még egy kertes házban, egy ilyen sorházi részen, és mellettem lakott egy idős házaspár, de már tényleg nagyon idős, a mamának szegénynek voltak egyéb problémái is, és ahogy kiléptél a házból, ő közvetlenül mellettünk állították föl a szárító kötelet. De ha ott kiléptél, akkor egyből az ő ruháik, és az mindig úgy indult el a sor, hogy a mamzinak ez a nagyméretű rózsaszín bugyjával, a papának aztán pedig valaha fehér volt, de hát az egy 30 évvel ezelőtti fehér volt, a mosástól már megsergult és egyebektől, gatyájával. És ezt próbáltad elmondani nekik, hogy én értem, hogy ezt meg kell szárítani, de lehet, hogy én nem arra lépek ki minden reggel, hogy ott szárad az a rohadt bugyi, meg az a rohadt gatya. Kicsi jött egy kis passzacél, és így belefújta az arcodat. És akkor igen, igenis szépen így átsüvütött az arcodon a néninek az alsója, amire nem vagy kíváncsi, hogy ezt is, tessék ezt szabályozni, ne terítsd ki a szomszéd arcába a fehér neműdet. Igen, ezer ilyen van. Egyébként azt olvasom közben, hogy ez az avar égetés azért sok helyen szankcionálják, tehát nyilván megvan az oka. Főleg, ahol mondjuk tudnak komposztálni, ott már sokkal eredményesebben használják föl, mint hogy fekete legyen az ég és elégesség. Kanadában akár 200 000 dollár bírságot is fizethetsz akkor, ha az avar égetési szabályokat egyébként megszeged. Tehát, hogy ezt máshol is csinálják, és próbálják átnevelni a lakosságot egy sokkal észszerűbb felhasználásra, ami ugye tulajdonképpen maga a komposztálás, amikor ugye a leveleket is egészen jól tudod felhasználni. Nem viszik azt most el? Nem úgy van, hogy... Visznek zöld hulladékot egy ideig, de hogy nem. Ugye? És adnak nájlonzacskót hozzá, azt mondjuk meg kell venni, vagy nájlonzsákot, abba beleteszed, és akkor ők elviszik, aztán majd ő megsemmisíti, ha te nem akarsz egy komposztáló ízét fölállítani a kerti sarokban. Azt elviszik egy bizonyos idő, nálunk azt hétfőn viszik. Igen. Hétfő a zöld, értem. Igen. Az egyébként jó, a kutyák sem tüzelnek egész évben. Tehát, hogy ez egy nagyon... Adom, igazad van. Igen. Komposztálás a megoldás. Dió és vadgesztenyét max 20%-ig belekevered, de jó szerencsét írja nekünk Gábor. Jó, most nem nyilván egy ilyen Bálint Gazda jellegű műsort akarunk miért csinálni, hogy mit csináljunk a hulladékkal. Azon gondolkozom, hogy ha mondjuk 3 dolgot kellene megtiltani a te szomszédodnak, amit soha nem csinálhat, vagy csak egy nagyon szűk időintervallumban, akkor mi lenne az? Hiszen szerintem tényleg a legtöbben szenvednek attól, hogy van egy olyan szomszéd valahol, aki tényleg ellenállhatatlan vágyat érez a szobat hajnali fúrásra,
vagy a lakatolásra, vagy az autója szerelésére. Például én laktam egy olyan helyen, ahol mellettünk egy ilyen autó-tuning műhely volt. Hát egyszerűen nem hiszed el, hogy ott reggel 7 órakor lehet csak mondjuk a 3000 wattot beállítani úgy az autóba. Muszáj szerelni. Hát az muszáj megszerelni, hogy egyszer senki ne tudjon aludni. Nem? Mik ezek a dolgok? Mondom a nálunk az egyiket, hogy a fölöttünk lévő emeleten, mi ugye elalakul a folyosónk, és ez ugye 4 emeleten keresztül megvan, nem 5 emeleten keresztül, hogy az 5. lévő fiú, aki kijön dohányozni, nyitott ajtó, nem a lakásban, a lépcsőházban, a függő folyosóra jön ki dohányozni, az legyen olyan kedves, ne nyáron egy szál boxer alsóba jöjjön ki, mert a vagy a negyedikről, ahol én lakom, az 5. pont oda látsz a csúnyájára. Belátsz aludni? Hát ahogy áll, tudod, nem passzos a boxer alsója, hanem ez a lengős. Ahogy kiáll fölém egy emelettel dohányozni, így félre rakja a lábát, amivel támaszkodik, és ott pont meglátod a pölőt. Tehát nem tudom, nem akarom szemben. Nem szólsz így pölőnek? Ma mondom, hogy hello, értem, hogy minden szivarlók belőle, de hát az egyik nem vagyunk kíváncsiak. Ez az egyik, amit azonnal. Te is kimész a lakásból dohányozni? Nem dohányzom a lakásból. Nem dohányzol? Nem. Mindig a liftben? Persze, igen. Vagy átmegyek a szomszédhoz, és náluk dohányzom. De tényleg akkor állsz a lépcsőházban? Nem, nekünk van erkélyünk. Ja, ki, ahogy kimész az erkélyre? Persze, ki az erkélyre. Ha ráfanyalodom az otthoni dohányzásra. Persze. És akkor télen föl kell öltözni, hogy dohányozzá, veszel egy kis kabátot, sapkát, nagyon rossz, a dohányosoknak szörnyű az élete. Szörnyű. És még állítólag halálos betegségeket is okoz. Van róla szó, igen. Hogy vannak, tehát tele vagyunk igen. Gondokkal, vannak és télen még ki is kell menni. És akkor álltok az erkén, és köszöntök egymásnak, hogy te is. Igen, szembe persze, elosz. Megy az integetés, tényleg? Aha, mi van, hogy vagytok? Az a legdurvább, amikor dohányszag keveredik macska szaggal. Macskánk nincs. Nem rátok mondom, hanem van olyan szomszéd, aki ugye egyszerűen a WC-n keresztül tolja föl úgy a szagot, tehát például ezt sokkal jobban meg lehetne tiltani, vagy meg kellene tiltani, hogy ne tartsa olyan háziállatot, aminek nem tudod elvenni a szagát, és közben dohányzik. Te éreztél már ilyen dohányzós macska szagot? De a WC-n nálunk a macska sose dohányzott, régen volt macskánk, de nem gyújtott rá soha. Az valami elképesztő. A macskának nincs szaga. A macska alomnak van szaga. Hogyne. Tehát egy nem karbantartott macskának, akkor ilyen macska szaga van, hogy kaparod a tapétát, és arra még egy kicsit rádohányzol. És ugye például a panel lakásokban ez ugye a WC-n keresztül jönnek föl a különböző szerűző illatok. Aha. Tehát ott, ha az elsőn valaki elkezd főzni, akkor te csütörtökön... Te megmondod a menüt, nem? Ne pontosan tudod, hogy alattad mit főznek, feletted mit főznek, tehát az valami elképesztő. Nagyon sok mindent lehet, házi állattartás, kutyaugatás, ezek szerintem emberek ezreit csinálják. Egy túlvezérelt kutya, aki mindenkire ugat. Hát az, abba is beleőrülsz. Oké, mit csinálsz? Ott például jelentheted, és elviszik a kutyáját? Hát ez az, hogy nem tudsz mit csinálni. Például a szomszédom, akivel egyébként nagyon jóban vagyok, most kit bemoszerolom, nagyon rendes fiú. Azért próbálsz tompítani. Nagyon tényleg rendes srác egyébként. De ő szerintem ezt nem tudja, még nem mondtam neki, hogy melyik kutyája, azt tudja azért. Vizsla. Benni nagyon szereti, mindig átni, és úgy hívja, hogy Vizsla. És mondom, Benni nem ez a neve, de Vizsla. Hiszed? Igen, az egy Vizsla. Vizsla, Vizsla. Megy meg, nem Vizsla, szia Vizsla. Kint hagyja az etetőtáját, és a kutya észrevette, hogy 8-10 órát egyedül van a kertben, akkor az etetőtálat, ha tologatja az orrával maga előtt, akkor ez neki milyen jó szórakozás. Neked nem. Konkrétan ott voltam, hogy süréttel alápirítok egyébként. Vagy bemászom, vagy átmászom a szomszédhoz, akit nagyon kedvelek, elveszem tőle a tálat. Kutya, nem hiszed el, eleve, hogy a mozgás hiányos, nyilván magyar vizsláról van szó, 8-10 órán keresztül azt csinálja, hogy az orrát leszegve tologatja maga előtt a tálat, és így vonatoznak. Aha. A vizes tállal. A kutya imádja. Szórakoztatja magát, persze. Mindenki meg akarja ölni, és ez a játék. Hónapok óta ezt csinálja. De ragaszd le a tálat, menjél át. Már gondolkoztam, hogy bemegyek és elveszem. Unatkozik a kutya. Na egy dolgot viszont biztosan tudok, hogy amikor te hazamész, igen, innen, akkor a következő látvány fog fogadni, a kutyás szomszédot felől átlőve a tartófal, az öreg néni pedig, aki ugye a lehulló leveleket égette előtt, tehát simán föl fogja gyújtani a házadat. Ennyi. Az a jó, akkor még elmondok valamit a szomszédom, hogy ő nem tudja, hogy miért találni a teniszlabdákat a kertjében. És nem fejtette meg, hogy én vagyok az, mert a múltkor átadta az ő másik szomszédjának, hogy beesett a kertjébe, mert azt csinálom, hogy szerválgatok néha a kertben, és néha átmegy hozzá. De még sose dobta vissza, illetve a bácsi már rájött és egyszer visszadobta, a néni mindig egy másik irányba dobja, az meg visszadobja a néninek. És csak azt látja, hogy egyszer innen esik be egy teniszlabda, egyszer onnan esik be egy teniszlabda, és egymásnak dobálják a teniszlabdát.
és a másik szomszéd átdobja, az visszadobja. Ő teniszezik az a szomszédja? Nem, ő is egy helyes idős bácsi, ő mindig visszadobja ennek a néninek. Ezek egymásnak dobálgatják a teniszlabdát, úgyhogy nem tudják, hogy én ütöm át a kertbe. Ott is van. Vidáman el vannak, lassan szerintem vesznek egy-egy tollasütőt, és alá, alálnak a teniszlabdának. Tehát én ott nagyon sok dolgot gerjesztek egyébként. De kiválóan, kiválóan szó. Aki az én szomszédságomban lakik, az kiválóan szóra. Na mit szüntetnél meg még? Akkor van a kutyatál? A kutyatálat egészen biztos, az biztos, és a másik oldalon pedig van egy lombfúvó, lombszívó, és ellenállhatatlan vágyuk van, hogy reggel 7 órakor felporszívozzák a kertet. Szóval, mert úgy jössz már ki 8-kor, érted, hogy rend van. Tehát egyszer kijössz 7-kor. Nem akarok ott kijönni 7 órakor. De egyszer kijössz 7-kor, összefújod a lombot, és 8-kor kijössz, még egyszer, akkor meg beszél. Nagyon helyes a bácsi, ő reggel 6-kor megriad, imádom. Ugye hát az idősek keveset alszanak, olyan fél 6-6 körül megriad, 4-7-kor már ott a lombszívó a hátán, és hát tudod, más váraházi munkával kipitakarítsd a lakást, ő elindul kertet porszívózni. Legalább benzines. És erre kelsz, erre fekszel, és ott tényleg nagyon helyesek, mert abban a pillanatban lehull egy levél, ugye nem várják meg a heti egyszeri kertrendbe rakásában, berántja a porszívót, és felszívja azt az egy levelet. Szóval, hogy döbbenet, mondjuk enni lehet náluk. Legalább valami. És hogyha a szomszédunkat kérdezzük meg, hogy mit szüntetne meg a szomszédjával, itt akkor a reggeli rádió. Akkor a reggeli rádió műsor, szegény. Gyula, miért kiabálnak ki? Minket akarnak meglincselni? Nem? Jó, köszönjük. Na jó van. Jó, írjátok meg, hogy ti mit szüntetnétek meg, jó? Kinek lakik olyan ember a szomszédságában, jelen pillanatban is azon gondolkozik, hogy éppen megölje, mit csinál, és mit szeretnétek megszüntetni. Jó, jövünk még az SMS-ekkel, illetve a nap legjobb pillanataival mindjárt, 9:30 múlt pontosan 9 perccel, egy rövid reklám, mi pedig jövünk a reklám után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 3:40 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az avarégetésről és a rossz szomszédokról beszélgetünk, nagyon helyes SMS-ek jönnek. Szomszédom egy skótember, 2 hónapra rossz a kocsija, azon belül se riasztó, napi szinten bekapcsol, úgyhogy senki nincs az utcán, fel fogom gyújtani a kocsiját, ha nem csinálja meg. Jó, jó, következő, fel kell gyújtani, kész. Az előző szomszédomban 14-16 éves gyerekek a falnak rohanva üvöltötték, hogy busz vagyok, busz vagyok. Minden reggel erre ébredtem. Iker szomszédok voltunk, és nem voltak betegek a gyerekek, se sérültek. Minden reggel ezt játszották, hivatalosan nem voltak sérültek, írja nekünk egy hallgató. A felső szomszéd reggel 6-kor beleugrik a tűzsarkuba, és délelőtt 10-ig keres valamit a lakásban. Mennyire tipikus? Mennyire tipikus? Persze parketta is járólap hangja, olyan, mintha a koponyámon lépkedne, Rizzo küldte nekünk. A nyitott ajtós főzést, azaz a lépcsőházba szellőztetést. Igen. Tiltanám meg, vagy büntetném az avarégetés helyett. Hagyma is kell káposzta, ez a kettő mindig van. Döbbenet. A lépcsőházban ezt valaki vagy a hagymát dísztelik, vagy a kell káposzta főzelék rotyog. Ez igen, minden lépcsőházban. Igen. Utcabeli család, ha esik az eső, a disznópisit kiengedik az utcára, szépen lefolyik az esővel együtt. Hát, korrekt. Mi ezzel a baj? Igen. Házunkban 50 éve hagymát dinsztel a földszinti szomszéd. Ugye mondtam, a szagot a lépcsőházba engedi. Megtiltanám, büntetném. Kitárt ajtóval teszi mindezt. Télen mínusz 20 fokban nyitott ablakokkal élünk. Gondold el. Ugye, hogy mennyi mindent lehetne azért itt büntetni? Tényleg, ha az ember szíve szerint hozhatna egy törvényt, hogy mit büntessen az, akinek van szomszédja, rengeteg alternatíva lenne. Én vagyok az a szomszéd, akit utáltak, mert otthon lakatoltam kocsikat esténként, de tegnap eladtam a hegesztőgépem. Mától csend lesz, Peti. Egy igaz ember megtért. Igen. Tyúkot kopasztott a szomszéd a szemétledobóban a 6-on. Ne. Az ám a kalács. Ez beteg. Ez ugyanaz, mint a disznóvágás, ha van nem. Figyelj, ezt el tudom képzelni. El tudom képzelni. Hát vett egy élő állatot, hát meg kell azt ne csinálni. A lakás legyen tollas. Igen. A mi szomszédunk is tud, hajnali 6-kor arra ijedtem fel, hogy rám szakad a ház, frászt kaptam, pedig csak a szomszéd borította le a nagykocsi méterfát az ablakunk alatt. Jobbulást, Janinak, jók vagytok. Mohácson fűtés szezonban meg lehet fulladni, rongyokkal és hungarocell darabokkal tüzelnek. Az avarégetés az kölni ehhez képest, ami itt zajlik. Na, akkor ezt is megtudhatják. Pécsen van egy bácsika, egy ismerősöm szomszédja, aki a mézet a tömbházi lakásban pörgeti ki. Minden ragad, és tele van a környék méhekkel. Nagyon én ezt jó. Tiltanám.
Tehát behozza a kaptárt? Vagy azt hogy csinálja? Ugye? Mert kaptárból kiszedve. Igen, hát ott vannak a mélyek, valószínűleg ilyen úgy pörget. Vasárnap délben füvet nyírt a szomszéd, amikor végzett, megtapsoltuk. Megsértődött. Igen, én egy dolgot tiltanék meg, hogy ott lakjon. Írja nekünk egy hallgató. A felső szomszédnak tiltanám meg, hogy mozogjon. Ezt Dave küldte nekünk. Amikor kirakom a mosott ruhákat száradni, tuti, hogy valaki égetni kezd. Így minden bugyi olyan lesz, mint egy jó füstölt csabai kolbász. Na tessék, hát lehet, hogy van annak egy ilyen vonzereje. De hogy mindenkinek baja van a szomszédjával, azért figyelitek? Ez egy, hogy itt azért nagyon, jön az SMS. Abszolút, igen, igen, igen. Nagykanizsán és környékén ingyen elviszik a zöld hulladékot. De sok a paraszt. Még el is égeti a leveleket, nem normálisak. Egyébként igen, nálunk hétfőn. Hétfőn viszik, igen. A szomszédom annyira környezettudatos, hogy mindent elás. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy hogy komposztálja a gumiabroncsot. Ugyanis elásta egy kevéske fa levéllel. Azért az is nagyon szép, nem? Mi lesz a gumiabroncsból? Semmi gumiabroncs, nem? Ugye jól sejtem, hogy ez egy 1000 évig ott el van. Hát igen, a felezési ideje azért az, az lehet. Hosszabb, hogy... mint a fa levélé. Igen, lehet, hogy hosszabb, mint a fa levélé. Igen. Jöttek még SMS-ek. Azt mondja, hogy megragadnám az alkalmat, hogy üzenjek a szomszédnak. Az erkély elég nyitott ahhoz, hogy én is kapjak a cigi füstjéből. Vagyis nem örül annak, hogy, igen, az erkélyen dohányzik. Hát igen, most ez nagy kérdés, hogy a gyerek rovására menjen, vagy a szomszéd nem, rovására. Nem, hát lakásban azért nem dohányozzuk már. Hát az a tényleg a legalja, ha gyerek van bent, akkor nem is lehet rágyújtani gyerek mellett. Én is kisunnyogok azt, akkor úgy esetleg. Attila, ha te írtad az SMS-t, de akkor bocs. Nekem van, egy alkoholista, igen, nekem van egy alkoholista szomszédom, aki mellesleg gyűjti az üres, sörös fémdobozokat, de zsákszám szedi össze őket, és minden héten vasárnap reggel 6-kor kijönti az udvarra, és elkezdi taposni a betonon a dobozokat. Ez délig tart. Minden reggel ordibálás megy vele. És mit csinál vele? Jó Isten, nem tudom. De miért tapossa össze? Úgy viszi be a méhbe? Ezt nem tudom. Ezt gondold el, mikor 6 órakor megérkezik ezzel a zsákkal. Atya, úristen. Most az alkoholistát, ha nem írná, akkor arra gondolnék, hogy írt Jani szomszédja. Nem? Tehát a Jani, Jani hajlamos ezeket így összegyűjteni. Összetaposni. Tehát Jani konkrétan azt csinálja, hogy én megeszem egy joghurtot, akkor megvárja, amíg kimegyek, kiveszi a kukából a joghurtot, leveszi külön a tetőt, összehajtogatja, rálép a joghurtos dobozra, és kimossa külön előtte. Kimossa a joghurtos dobozt, amit én megettem, külön zacskóba gyűjti, és egy hónapban megtelik a zacskó, és azt elviszi valahova. Szelektív hulladékgyűjtés. Ő az ökotudatos. Neki nem. Tudod, mekkora az ökolábnyoma? Neki már nincs ökolábnyoma. Ő már az fellegekben jár az ökolábnyoma. Valamilyen nagyon erős, durva stresszlevezetés ez azért, amikor a szemétből kiveszed a joghurtos dobozokat, és elviszed elmosni. Nevet, csak figyel rád. Hogy elmossa a joghurtos dobozokat. Igen, mert az újrafelhasználásnál már tisztán megy be a műanyag, érted? Nem joghurtosan. Ha? Hát nem, más gondolok erről, de ő egyébként ugyanakkor pont ezért szeretem. A szomszédom kakasát szüntetni meg, minden reggel 5:30-kor kezd kukorékolni, de olyan borzasztó csörgő órahangon, hogy az leírhatatlan. Legjobb, hogy a kukorékolások között 20 másodperc van, és fél órán keresztül folytatja. Azon gondolkozom, hogy megveszem a szomszédtól, és főzök belőle egy kakasbörköt. Okos gondolat. Igen. Megtiltanám az unatkozó süket nyugdíjasok létezését. Nekem van egy ilyen szomszédom, egész nap a tévé előtt ül és meccseket néz, max hangerőn, 6-tól éjjel 11-ig. A pornofilmekről már hál' Isten leszokott. Az már nem érdekli. Ugye? Hogy azért avaréget és ide vagy oda, mennyi mindent lehetne megtiltani a szomszédainak? És ők is mennyi mindent megtiltanának nekünk? Szóval azért ezért szép ez a téma. Igen. A szomszédom minden nap kiviszi a teraszra a rádiós magnót, bekapcsolja rajta Michael Flatley valamelyik zenéjét, az ír steptáncosról van szó, és félmesztelenül kettő darab csengővel táncol. Nagyon jó! Őt szeretem a legjobban, gyerekek! Hát ez mekkora! Megnézett egy ilyen... Azért az... És a két csengő, az hogy? És miért ez csengő? Flatley nem basztál csengő. Óriási. Na, őt imádom. Ha tudsz róla ha videót... Ha iszik előtte, még énekel is. Ez órákig meg. Ha szólok neki, lehalkítja, megvárja, amíg bemegyek a lakásba, és akkor újra kezdi. Döbbenet, gyerekek. Ugye? Hát mondtam én, hogy... Ez a legjobb eddig. Kéne tényleg honpolgárinknak jogot adni arra, hogy legalább egyszer egy
szóljanak a közös képviselőnek, hogy azért ezt vegyék valamilyen, foglalják okiratba, és lehessen megtiltani mindenkinek egy dolgot, ha mondjuk társasházban laktok. Nem is az alapító okiratba ezt beteszitek, hogy ez a szomszéd megtiltotta, az a szomszéd megtiltotta. A panellakásban ez már kicsit nyilván nehezebb. Tilos Michael Flatley-t táncolni a folyosón. Kettő darab csöngővel. Na jól van. Szóval lenne mit megtiltani. Köszönjük szépen az SMS-eket, mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait. Vendégünk volt a mi Gáborunk, a mikróról beszélt és az alvásról. Nagyon hasznos dolgokat mondott. Érdekes dolgokat jósolt Nostradamus. Felhívtuk a magyar Nostradamus Frábátot, aki hát tulajdonképpen mondatokat tett egymás mögé, aminek sok értelme nem volt, de őt kicsit ezért szeretjük. Igen, és hogy ebből emberek megélnek, ez számomra továbbra is döbbenet. Okosabbak nem lettünk, de nagyon szeretünk vele beszélgetni. Jönnek ezek a pillanatok most újra. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! Döbbenet, hogy ebből a frábátó megél, de nagyon jó. Nagyon szeretek vele beszélgetni, nagyon kedvelem őt, igen. Na jól van, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, jó? És aztán elköszönünk, mert hogy már átlógunk egy picit Csabiba. Bocs, Csabi. Bocs, Csabi, itt vagy, Csabi? Megbocsájtom, persze, szevasztok. Hello, jó reggelt, hogy vagy? Figyelj már, csörög, figyelj, én jól vagyok, köszi. Oké. Okay. Morning show. Szuper! Hello! Hogy hívnak? Rita, Paprita. Paprita? Csóvi, Csóvi. Hogy van a Bodnár? Igen. Szegény, hányszor hallhattad ezt? Figyelj, Rita, te írtad nekünk ezt a szomszédos SMS-t, hogy ő az, aki minden nap kiviszi a rádióját a teraszra, Michael Flatley-t hallgat rajta, és két darab cseng. Így van. Ezt nem mondod komolyan, és tényleg ezt csinálja? Sajnos ezt csinálja. Ez így vicces elmondva, de mondjuk itt élni terasz szomszédságban vele az annyira nem vicces, úgyhogy ez sajnos ez komoly, ez minden nap megtörténik. Úgyhogy ebből csak nagyon két mondatban, hogy mit csinál? Általában kirakja ezt a rádiós magnót, ez régi CD-s kazettás rádiós magnót, hosszabbítóval a terasz közepére, teljes hangerővel bekapcsolja és elkezd rá táncolni. A csengő az nem tudom, hogy hogyan hozzá, azon ti is meglepültetek, én se tudom. Nem tudom, a csengő az neki kell hozzá, levetkőzik félmesszel, levet teljesen mindegy, hogy milyen idő van, és ő így nyomja. Nem hiszem. És legalább jó a tánc? Tehát olyat táncol, mint a Flatley? Hát nem igazán hasonlít rá. Maradjunk annyiba. Úgyhogy jó rekettes hangja van, tehát ez az igazi láncdohányos. Úgyhogy ez még úgy hozzátesz a színvonalhoz. Nem lehet róla lebeszélni, az a baj. De Flatley ugye egy bőrnadrágban, egy stepcipőben sokszor félmeztelenül táncol. Tehát így megy ki az erkére, hogy félmeztelenül kis stepcipőben ott toporog? Ő ezt leredukálja egy fürdőruha alsóra és egy trikóra. Nagyon nem hasonlít rá. Csak az a baj, hogy egyébként mindig ugyanazt a zenét rakja be, vagy maximum kettő között variál, úgyhogy baromira unalmas. Így fél éve lakunk itt. És amikor szóltok neki, ne csinálja, vagy ne ezt, vagy kicsit később, akkor mit mond erre? Jól van, lehalkítom. Ugye ilyenkor bemegyek a lakásba. Ezt elég sokszor hallottad, ezt a mondatot. Nagyon jól tudom utánozni, igen. Úgyhogy ilyenkor jól van, lehalkítom. Visszamegyek a lakásba, kinyitom ugye a bukorra az ablakot, mert hát kénytelen vagyok becsukni, hogy megmaradjak a lakásba. Jó, mondom, akkor most már kinyithatom, és hallom, hogy kezdi előről az egészet. Tehát imádom, ott laknék, megörülni. Nő vagy férfi? Bocsánat, lehet, hogy mondtad, csak nem hallottam. Ez egy nő, egy 40 körüli nő körülbelül. Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót. Másfél hónapon keresztül.